Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Hello, bello, jó reggelt mindenkinek. Egy perc múlva lesz. Milyen? Hello. Sziasztok, jó reggelt. Ez itt a Morning Show, egyelőre Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Mi az, hogy egyelőre? Egyelőre majd... Igen. Micsoda? Az itt a rögtön az elején. Hagyjál már. Én szoktam, ez a te szokásod. Ne haragudj. Nem mondhatom, hogy nagyon bánatos lennék emiatt a dolog miatt. De, még hallja. De, igen, nagyon jó utazást kívánok, és nagyon jó pihenést a kedves főnök úrnak, de hát ugye az én jó kedvem az mindig adott akkor, amikor Balázs egy picit elmegy, mert hogy ez azt jelenti, hogy az első néhány percben a hírek előtt van egy kis rockzene is fog végre szólni itt a Klassz FM-en, amire ugye azért elég ritkán a példa. Másrészt meg ugye elmondtuk tegnap minden kedves hallgatónak, aki esetleg nem hallotta, most meghallja, de egyébként ő majd rá fog döbbenni amúgy is, hogy lesznek vendégműsorvezetőink, és ma is lesz majd egy, 7 óra után már érkezik is, de hogy kicsoda, szerintem egyelőre ne áruljuk el. Nagyon szeretjük. Találgathatok, ha akartok, hogy nő vagy férfi, így ki van. Lehet. Az volt már nálunk vendég, ilyen rövid időre, tehát így egy órácskára berántottuk már többször is, de hogy ő kicsoda, akkor az majd 7 óra után fog majd kiderülni. Egyébként csak kettő mondat erről a férfiról, aki itt szokott ülni a stúdióban, amikor hárman vagyunk. Nem elég, hogy elmegy nyaralni, érted, 20 játékpénzt még el is visz tőlem. Hát igen, Ferenc, azt nem mondja, is, hogy. Meg vagyok hasonulva a sportmentalizmusomban. Tegnap fogadtunk, eddig nekem bejött ez a Gyoko nevű srác, azt hiszem dobnom kell. Nem tudom, ki az a Nadal, de dobnom kell a Gyokovicsot, mert egy 20-20 ezer játékpénzt vitt el most tőlem. Figyelj, azt mondja, hogy ez egy négy játszmás történet volt. Az 23 óra után kezdődött a meccs, ugye, és hát én sem nagyon tudtam így élőben, meg amúgy sem néztem volna követni az eseményeket, de hogy ahogy én nézem, ez egy heroikus küzdelem volt. Azt mondja, hogy 6-1, 6-4, 3-6, ott egy picit feltámadni látszottak a reményeit, hogy visszagyered ezt a 20 játékpénzt, de utána egy 6-2-vel Nadal még riposztozni tudott, úgyhogy a vége 3-1 lett. Ezek, én nem ismerem ezeket a számokat, illetve a számokat magukat ismerem, de hogy ezek elég jó eredmények, ugye? Ezek 6-1-re megverni valakit, az szép a teniszben. Figyelj, egyébként a hivatalos ócod az 2-2 vagy 2-20 lett volna, Nadalnak meg egy 66, tehát hogy így a szakértők is azt gondolták volna, hogy egyébként neki kéne ezt megnyernie elviekben, hát és hozta is az eredményt. Annyit előbb elmondanék, hogy tegnap délután még a Balázsral töltöttem egy kis időt, nagyon nagy örömömre, egy munkából kifolyólag nem azért, mert nem tudtuk egymás nyakát elereszteni, és ölelgettük egymás sírva, hogy Isten veled, ne veled is Isten, ne hagyj, léci, maradj még egy hetet, nem? De aztán arra azokra a zenékre gondoltam, amiket már én hétközben átküldtem, úgyhogy ellöktem magamtól, és mondtam, hogy mennyi, minél távolabbra. Na szóval, hogy ő engem nagyon győzködött arról, hogy a Nadalra kéne tennem, akár nagyobb összeget is, hát én mondjuk annyiban fogadtam meg az ő jó tanácsát, hogy tettem, de nem nagyobb összeget, mert hogy azért én családfenntartó vagyok, tehát hogy nekem gondolkodnom kell. Még azon is. Csak így elszórni a lóvékat. De én is azt gondoltam, hogy a Nadal, aki gyakorlatilag egyetlen szettet veszített az elmúlt 6 mérkőzésen, valószínűleg jobban fogja bírni ezt a döntőt, mint a Gyoko, aki légi megszenvedett. Mondjuk nem nagyon szóltál az tegnap erről, amikor fogadtunk. Csak annyira vehemensen győzködtétek egymást, hogy szinte szó sem jutott, de jelenni próbáltam, hogy Feri, ne te léci, ne! Komolyan, amikor itt tegnap ugye belelovaltuk magunkat ebbe a fogadási tételbe, akkor nem éreztem rajtad, hogy így csak kis kacsintás, legalább csak a felét tett fel, te hülye. Ne annyit, de figyelj, annyit nyertél el már tőle, hogy igazából ezt szerintem még így is bőven belefér. Hát azért most már kezdünk egában lenni. Igen? Aha, kezdünk egy kicsit, kezd visszajönni a dolog. Nagyon szép korszakon vagyunk túl, az elején, amikor megéreztem, hogy én sportmentalista vagyok, akkor nagyon-nagyon jól ment a dolog, de most Bazsért az utóbbi időben kezdi ezt visszavenni. Figyelj, hát ez van. Mindegy. Megnézem, valamire rá kell mennünk, ami neki nem nagyon megy. Azt mondja, hogy van itt egy dolog, amiben tudok talán neked segíteni, az az MMA. Igen. Nézem, hogy mikre lehet egyébként tenni. Van darts, abban nem vagyok nagyon otthon, de az két esélyes, tehát ott 50-50% esély van. Mondjuk a teniszben sincsen döntetlen, tehát hogy ezt is azért áruljuk el annak, aki nem érte. Van kriket, van egy gyep hoki, és van futszál is. Futszál, na, az nagyon szép. A futszál kapcsán, így van, na, ott meg felhívjuk majd a Szijjártót.
Ő nagyon ért persze, hozzá. Persze, akit úgyis örülni. De szokott nyerni a Szijjártó. Persze, szépen fa. Persze. Hát legalább a fociban. Aha, meg jól is fut. Néztem tegnap az egyik kedves kereskedelmi csatorna, nem a miénk, hanem tieteknél a híradót, és egy másik kisebb egy kisebb televíziónak az engedélyével volt egy olyan kis csomagról, egy olyan kis anyag az ő Nike félmaratos futására, hogy komolyan mondom, a nyálam kicsordult, nem azért, mert az időeredménye is egyébként nagyon imponáló volt Szijjártó úrnak, de az, hogy a rajtnál is, és közben is, és a befutónál is ott legyen a forgatócsoport, én azt nem tudom, hogy csinálták, valószínűleg valamilyen jetbe beültek, és akkor innen utaztak onnan, de hogy... Neki jár a három forgatócsoport, elejére, közepére, nem mondjuk, ez is lehet, egy picit irigyeltem. Egyébként ezzel meg most már az a bajom, pont tegnap mi beszélgettünk, ezt nem mondtuk el a hallgatóknak, ahogy te megjött, és kérdeztem, hogy milyen volt a Nike félmaraton, mondtad, hogy volt 18-nál nagy leoltás, de megcsináltuk, eltoltuk a falat, és tök jó volt, és mondtad, hogy nagyon kevés volt a celeb. Hogy az a bajom a mai világgal, és ez biztos a celebeknek köszönhető, meg egy kicsit mindenki másnak is, hogy ma már mi nem hisszük el azt, hogy egyébként a Szijjártó azért megy futni, mert szeret futni. Nyilván, hogy az ő beosztásával, az ő ismertségével, de most ne csak beszélhetünk a Horváth Éváról, akit mondjuk más miatt szeretünk nézni, mint a Szijjártót. De más hogy dolgok. Más dolgok, más hegyek, völgyek között zakatol a vonat, de hogy már nem hisszük el azt, hogy ezek az emberek egyébként szeretnek futni. Uh-huh. Tehát, hogy a Szijjártó miért ne futhatna egyébként? Igen, mert mondjuk, hogyha valaki 1.29 alatt futja a félmaratont, azért az valószínűleg tud is egy picit futni, nem csak úgy elmegy. És egy idő alatt lefutott? Hát igen. Jó. Úgyhogy nem rossz a srác, de mondjuk van egy 7-8 évvel fiatalabb nálunk, úgyhogy érted. Tehát, hogy az öcsénk lehet. Igen, meg hozzám képest például fut. Tehát, hogy én nem. Ja, mondjuk ez is, szerintem ez egy jelentős különbség. Szóval, hogy ez sokat dob az idején, de hogy pont azon gondolkodtam tegnap, hogy lehet, hogy ott voltak egyébként a celebek, csak ma már nem akarta senki nagy dobra verni, hogy ő ment. Meg hogyha egy ilyenen elindulsz, ugye azt is tudjuk, hogy például az ilyen fajta sportprogramok szervezői kifejezetten örülnek annak, ha ott van valaki. Persze. Én mióta megúsztuk, vagy átúsztuk a 3 évvel ezelőtt a Velencei tavat, illetve ugye, mint tudjuk, én végiggyakoroltam, de én olyan sporteseményekre kapok meghívót, amire álmomba se gondolhatok, hogy én azt meg tudom csinálni, de nyilván örülnének, ha én egyébként kitenném a Facebookomra, hogy ezt csináltam, azt csináltam, mert hogy az eseménynek magának hír. Vagy hogy elindultál egy 30 méteres futáson. Egy 30 méteres futáson, és meg tudtam csinálni. De bringel egyébként nem értem, hogy miért nem indulsz el. Hát de megyek, bringa voltunk. Hát voltunk Balaton tökörtekerésen is. Igen. De túl sokat nem beszéltél róla. Hát próbáltam, csak nem volt rá befogadó késő. Ja, csak biztos, hogy az volt a laptop, igen, és az volt a tém. Igen, viszonylag hamar lezárt ez a sztori. Tehát, hogy az eseménynek is jót tesz az, hogy indulnak, és nyilvánvaló, hogy egyébként az összes ilyen hárombetűs, meg sokbetűs színes heti magazin, ugye ott áll, és neki meg kell a fotós lefotózza, és megírják, hogy ez meg ez elefutott a vízi félmaraton. Mert exportolók egyébként voltaként, kim volt a kamerer, és például néhány edzőtársával, kollégájával együtt, ő is olyan 1.30 körül volt, nagyon-nagyon jó futó, Kokó is ott volt, aki egyébként egy nagyon szimpatikus dologban vett részt, mert egy kerekes széges, így van, Suhanyos lett, a Suhany Alapítvány mellé állt a szóátvétés oldali értelmében, és mert egy kerekes székes kislányt tolt be a célba, és vele csinálta, nem tudom, hogy az egészet végig, de egészen teljesen mindegy. Aztán végig. Igen, hogyha végig, akkor meg aztán sportteljesítményképpen még plusz, mert az olyan kicsit, mint hogyha nem egy félmaratont, hanem mondjuk másfél félmaratont futott volna, úgyhogy le a kalap előtte. Nagyon szimp volt, de érdekes egyébként tényleg, hogy valahogy most, mint hogyha kevesebben lettek volna az ismert emberek. Nem tudom miért. Lehet, hogy kevesebb volt az ajándékcsomag. Vagy lehetséges, viszont minden eddigi nevezőnél több ember így volt. Így van, mondjuk az nagyon tetszik, amikor azt írják, hogy mit tudom én, 13 ezeren vettek rajta részt, tehát ez 7300 egyéni indulót jelent egyébként a félmaratoni távon, de hát ott voltak még kisebb, nagyobb távok egyébként, de amúgy meg tényleg le a kalappal mindenki előtt, aki mondjuk erre állt az idejéből, meg jól voltak, teszi. Voltak csapatok is. Persze, nagyon-nagyon jó volt. Én ha futnék, én azért kezdenék el, amit most a Kokó csinált, ez a Suhanyos Alapítványot, ugye arról van szó, hogy mozgássérült vagy látássérült embereket kísérnek el épp futók, nagyon és akkor elindulnak egyik stávon, mint 5 kilométert, vagy félmaraton, és akkor segítik a másikat. Az nagyon, szóval nagyon izgalmas, érdekes, jó kapcsolat tud a két ember között kialakulni szerintem. Bár nem tudok futni, de ha egyszer belekezdek, akkor biztos, hogy ez lesz az egyik ilyen cél.
úgyhogy így vagyunk. Nem, a persze, hogy adtam róla számlát, kérdezik itt néhányan. Gyorsan elmondom a közlekedési infókat, mert van kettő is. Körmend után egy kamion az árokban pihen, rendőrség már a helyszínen. Nóra írta nekünk, és baleset az M5-ösön Budapest felé a 96-97-es szelvények között, itt egy sáv járható, ezt meg Royaltól kaptuk. Aha. Úgyhogy most így állunk közlekedésileg, és akkor, ahogy ígértük, ezt még fél elé szorítsuk be. De már akar zenélni? Hát figyeld, annyi az de most már itt egy nagyon jó felvet az egyik hallgat. Nem, lehet felőlem, mert csak van bőven témánk, úgyhogy még az egy-két dologra mindenképpen szót akartam, vagy szerettem volna ejteni. Jó, háromnegyedes. Mert hogy ma elviekben visszahozhatod a lóvédat, mert Magyarország Észtország 20-30 tonnát. Így van, hogy, én már néztem is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes a mi fiainkat támogatni, így is, úgy is, ezért is, azért is, tisztességkedvéért is, meg azért is, mert szerintem azért ez egy olyan dolog, ami valószínűleg bejön, mert hogyha itt ők most veszítenek, akkor szerintem el is költöznek az országból. Hát az a baj, hogy nem. Tudod? Az a baj, hogy ezek nem költöznek el. Az kéne egyébként vezérestű, mindenestű összecsomagolni, de szerintem nem fognak. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz. Ugye van egy közhangulat a fiúk ellen, szerintem. Aha. A fiúk meg a mester. Teljes joggal. Meg a mester ellen teljes joggal. És az a baj, hogy a kollégák, akik a másik színben fociznak, meg nagyon összeszedték magukat, az a hír járja most. Tehát, hogy ők viszont... Hogy kevered be bele a sztoriba, a mester Tamás? Ezt nem értem. Ja, mint Hát most mit mondjak rá? Sanyibá. Szóval, hogy a kollégák, akik a másik színű mezben fociznak majd ma este a pályán, azok nagyon összekapták magukat, úgyhogy nem lesz könnyű dolog, meg azért most gyártani már ilyen mondatokat, hogy megijedtünk előre, tudod? Tehát most már gondolkodni, és akkor nem marad energia a meccsre, az nagyon nehéz. Nem tudom, mi lesz. Ja, azt tudom viszont, hogy egy csomó szurkoló nem fog ma kimenni a pénteki események miatt. Amit senki nem lepődik meg egyébként. Nem. Szerintem a válogatott se lepődne meg, hogyha gyakorlatilag üres lelátók alatt kellene hozniuk egyébként a kötelező 3 ponton. De nem tudom, hogy... Majd meglátjuk. Úgyhogy azt mondom, hogy hát viszonylag nagy összeget kell tennem, mert ahogy nézem egyébként... ha az észtekre tesz valaki, az kb. Egy 10-es. Már mennyit teszek föl? Már az ócot mondom, az, hogy mennyit teszel föl, az a te dolgod, de hogy egyébként 1,4. Ha mi nyerünk, akkor egy 4, és ha az észtek nyernek? Az egy 10-es. Kerek 10. Aha, 10. Ja. Tehát most ennyire... Jobban fizem. De most ennyire rosszul állnak az észtek? Aha. Azt írják. Tehát fölteszek egy 1000-est, ha a magyar csapat... Te se elő álltál, amikor az észt osztott. De jó. De hiányzott ez most reggelre. Na, 1-4-jel, ha egy 1000-est teszek fel, akkor 1004-et nyerek, ja. Ha mi fiaink nyernek. De ha mondjuk nem 10-et, hanem mondjuk 100-at teszek fel, vagy 1-et. Akkor 100-et. 1-emmet, vagy 10-emmet, vagy 100-emmet. Nem, figyelj, még egy frankitel esetleg, a másik mellé nem. De egyrészt nincs, másrészt meg nem engedik meg a fogadóirodának. Én viszont, ha az észtekre teszek, igen, és ők nyernek, az 1000-esemre 10 000-et kapok. Hát, bocsáss meg, igen. Te tudok itt, én számítógépen tudok foglalni. Ez az én számítógépen, te dolgozzál, Balázsi. Ez nem engedi meg, hogy az észt csapatra fogadjak ez a gép. Mindegy, hát nem buzdítunk senkit semmire, a szurkolásra leginkább, meg hogy karba tett kézzel kicsit morcos arccal azért nézze végig ezt, nem, biztos nyilván fogják itt valahol, valamelyik csatorna, majd kiderítjük közvetíteni. Hát ez van, hozniuk kell a kötelezőt. Aha, jó, örülök, hogy ilyen ennyire, hogy is mondjam, magabiztosan állsz. Így van, különben átoperáltathatják magukat, mit tudom én, Zsuzsák Balázs átoperáltathatja az arcát Hajnal Tamássá is. Fura, csak hát ugye azért az nem meg. Zsuzsák Zimány Lindává operáltatja magát, és akkor el tud tűnni a világ elől. Na majd meglátjuk, holnap tudunk erről is beszélni. Nem tudom most, hogy az ország hogyan áll a fiúk felé. Egy kis jó indulattal szorítsunk nekik, hát ha menni fog. Hát ha csak egy rövid zár volt a péntek, és tulajdonképpen ő bennük van a lehetőség. Így van, ha meg esetleg mégis olyan szinten megrendül-e benne a bizalmatok, hogy aztán már később nem fogtok, akkor ott van például a női floorball válogatott, nekik lehet szurkolni. Jó ide, jó. Na. Sport az. Közvetítik valahol? Csak így most így hirtelen eszembe jutott valami. Floorballt? Nem tudok róla. Pedig azt még néznék is. Lehetséges. Fekete-fehér, igen, nem, mert folyt a
folytatjuk majd a hírek után. Ugye úgy állunk most, hogy a múlt hetet a Sebestyén Balázs és a Kishegyi família játszott le, 5-0 lett a Balázs javára. Ezt a hetet se kezdtük rosszul, mert Jani tegnap játszott, és hozta az egy pontot, amit ugye kötelezően elvárt tőle a szakvezetés, tehát te nem remektél meg, mint a Bukarestben a focistáink. Azt mondja, hogy kivel Zolival játszottál, egy percet majdnem ki játszottátok. Mi van? Ja nem, Zoli nyert. Zoli nyert, végigjátszott az egészet. Mondod? Hát figyelj, én folyamatosan offenzívában voltam, meg defenzívában, hogyha van ilyen, de nem nagyon sikerült a fogást találni, úgyhogy hozta az egy pontot a hallgatóknak erre a hétre. Mindegy, ez van. Amit szeretnék elmondani, hogy ugye van egy külön ajándékunk most a Fekete-Fehér Igen nem ér, ez egy multitouch kijelzővel felszerelt iPod Nano 16 gigabájtos készülék, nem tudom, hogy az mi. Az nem gyenge. Fogalmam nincs, hogy ez mi, de értékes. Hmm. Az biztos, ezt akkor is ne lepődjetek meg, ha ismerős lesz a vezeték, ne vannak, aki nyer. Vadod! Ezt akkor is megkapja a játékos, hogyha elveszíti a játékot. Tehát csak ezért ne nyírjatok ki, hogy ez a tiétek legyen, ez már a tiétek. Hú, az nem gyenge. Ez egyébként nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. 7 óra után meg, ahogy mondtuk, érkezik majd egy vendég műsorvezetőnk is, akiről előjáróban csak annyit árulunk el, hogy más elsődleges nemi jelleggel rendelkezik, mint mi. Ez két dolgot jelenthet, vagy azt, hogy nő, vagy azt, hogy hozzám értük és kisebbnek találtatok. A játékra való jelentkezés, ez az SMS számot mindenki ismeri, már ide jöhet a kívánság, a közlekedési információ is. Viszont azt mondd el, hogy mi lesz a zene? Egy akkor... nagyon jó kis Five Fingers, de ezt Páncsal fogjuk majd folytatni, ők gyakorlatilag 2007 óta tényleg sikerre halmoznak a metal életben, és ami az érdekesség ennek a bandának az, hogy egy Bátori Zoli, ez a művész neve egyébként, nevű magyar fiú, egy szentendrei magyar fiú alapította a zenekart annak idején, és hát eljutottak odáig, hogy gyakorlatilag az albumaikból már úgy oszposz, ahogy mondani szokták, ilyen 500 000 darab fogy el példányonként, és hát a legújabb anyagok például szerepel Rob Halford és a Judas Priestnek a feje, a Metal King, és ezt a nótát fogjuk majd meghallgatni tőle. Ez itt a Morning Show. 6 percen múlt el 3/4-7, szevasztok, Jézus Úristen! Jól szólt, mi? Nagyon kemény volt. Valamit tudnak az otthoni stúdiókban, hát, amcsiba. Mert valahogy mindenben annyi dög van, hogy az elképesztő. Egyébként, aki esetleg nem figyelt, Five Fingers Death Punch a zenekarnak a neve, egy egykori szentendrei kitántorgott magyar sráccal a vezetői székben, ő a boss, ő az egyik gitáros, ő a zenekar vezető, és ezt a kis dalt egyébként Rob Halford, a Judas Priest énekesével abszolválták. És ugye meg is lehet ismerni a mester hangját, magát, meg hogy az a hang nem nagyon kopott meg az elmúlt 40 év, mennyi? 30? Hát valami a 70 évek óta tolja, egyébként folyamatosan, és még mindig hozza magas, jó, nyilván egy picit már fárad meg, de hát nem olyan szinten mondjuk, mint Ozzy Osbourne. Nála fáradtabb nincsen a mezőnyben, testileg, mert lelkileg, meg hangilag azért meg kell hallgatni a legutóbbi Black Sabbath albumot, azért ő is oda tudja még tenni magát, de Rob Halford még mindig a Metal King. Nem bírom túlzottan az ilyen zenét, de ez nagyon jó. Szevasz, Jani. Köszi. Ja, szívesen. Ilyenek jöttek. Szívesen. Nem véletlen, ami Bátori Zoliékkal történik, iszonyat jók. Nincs a piperkőc, király a muzsika. Szétfejtem a szélvédőt. Krisztián! Amíg Balázs nincs, egyébként minden reggel lesz vagy valami finomság, hol egy kicsit keményebb, hol egy kicsit lágyabb. Egyébként ebben semmi meglepő nincsen azok számára, akik mondjuk már a kezdetektől hallgatnak minket, hogy gyakorlatilag 3 éve keresztül minden reggel volt valamilyen rockzene. Aztán áttértünk erre a metódusra, hogy amikor Balázs nincsen, akkor egy picit lecseréljük a gagákat másra, meg az Asafa Vidánokat, amiket nagyon jó, szeretünk. Persze, bravo, hajrá, tehát bármelyiknek tudunk mi örülni, de most kell a változatosság, úgyhogy ezen a héten, jövő hétfő kedden, a minden reggel vagy hét előtt, a hírek előtt vagy a hírek után lesz egy-egy ilyen kis zenei csemegénk a megfelelő felvezetéssel és tudásbázissal megöntözve. Így fogjuk ezeket hallgatni. Embertelen mennyiségű jelentkezés érkezett Fajon a Fekete-Fehér Igen nemre. Nyilvánvalólag az az iPod Nano, ami hozzájár a kis dehogy is, nem? És miért mondod, de imádnak velünk játszani egyszerűen, de mivel nem tudunk most dönteni a beérkező rengeteg SMS miatt, tényleg egyszerűen hihetetlen, és tényleg nem akarunk senkinek a kárára tévedni, ezért mam Feri játszik velem. Igen, és akkor így marad csapaton belül ez a nano gyerek. Ezt akkor is megnyeri a hallgató, hogyha esetlegesen a játékot elveszíti, már is kiderül, hogy ki az, aki ezt megpróbálhatja.
A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Livi, hello! Halló, jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Istenek. Jó reggelt! Jól mondtad, Jani, Feri fog ma játszani, de nem veled, hanem velem. Új, és Laci kollégámnak szeretném üzenni innen a távolból, hogy Máltejt! Micsoda? Ezt tudni fogja. Máltejt, Ausztriában dolgozunk, aha, Laci barátommal, és minden reggel benneteket hallgatunk, és néhány hét után vettük észre, hogy fogalmunk sincs arról, amikor az osztrákok azt mondják, hogy Máltejt, akkor tulajdonképpen ez mit jelent? A mai napig nem tudjuk, úgyhogy mi mindig így köszönünk egymásnak. Tök jó. Hmm. Tök jó. Azért ez jó lenne kideríteni, mert lehet, hogy egy osztrák hallja, akkor befordul a kis kanyarba az árokban, tehát hogy ez valami káromkodás, vagy nem tudom micsoda. Hát ez valami jó étvágyat kívánás féle. Ja, az lehet. Hát akkor jó étvágy. Egyházi eredetű, de pontosan most nem tudom nektek elmagyarázni. Na, az nem árt egyébként tényleg, hogyha német nyelvterületen dolgozik az ember, akkor valamennyi tisztában a nyelve. Én amikor először voltam Kelet-Berlinben, egyszer egy ilyen utcai kiosznál úgy kértem magam a üdítőt, hogy amikor rá akartam kérdezni, hogy mi a választék, hogy kóla, és válaszoltak? Ne, néztek, ez a bomba barom, és honnan jön. Livi, akkor én? Te vagy az, igen. Én, igen, jó, legyek én, na, akkor kezdjük is el. De ígérjétek meg, hogy akkor tényleg egy hétig Ferinél, egy hétig nálad lesz a nano, jó? Hogy, mert ez tényleg használjuk már közösen, komolyan. Milyen zenéket hallgatsz? Mert erre föl lehet zenét tölteni, azt hiszem, ez arra való, ez a szerkezet, hogy milyen zenéket hallgatsz? Hát igazán zenehallgatása nekem akkor van időm, amikor reggel benneteket hallgatlak, úgyhogy ma azért nem rossz, hogy egy kicsit rokkosabbonnal is előkerültem. Na, köszönöm. Na, akkor elkezdjük, János, légy oly kedves, számolj vissza. Na, 3, 2, 1, fire! Jó Bécsben dolgozni, Livi? Jó, meg vagyunk. Ez egy másik világ. Sokkal jobban szeretünk itthon dolgozni, persze, de így hozta az élet. De te soproni vagy, ugye? Soproni vagyok. Úgy tudom, hogy te is szeretsz barkácsolni, jól gondolom ezt? Régen ment a dolog. A barkácsáruházba kéne bemennem hozzád vásárolni? Jöhet nyugodtan, bár mi egy kicsit messzebb vagyunk. Gyere, várunk. Hát Bécsbe ki lehet ugrani, nem egy nagy dolog. Bölcsességfogad hogy áll? Ezzel jelentkeztél. Most készülök egy második műtétre, azért is vagyok. Másodikra? Másodikra úgy van, tegnap volt az első. Kihúzták? Hogy mondod? Kihúzták? Kivésték. Ó, nekem gyerekkoromban csinálták, utáltam, gyűlöltem, fájt. Neked is fájt? Én kicsit később érő típus vagyok, nem fájt. Hoppá! Livi, miért? Hát itt a vég. Most komolyan mondom neked. Én ma neked szurkoltam, Livi. Mert én emlékszem, nekem nagyon-nagyon kicsi koromban véstek egy fogamat, ugye nem bölcsességfogat, mert az akkor még nem volt, és annyira fájt, hogy megőrültem. És ráadásul az volt, hogy leszíjaztak a székbe, anyám ott volt mellettem, és üvöltöttem, mint a sakál, és kiküldték anyámat. Érted? És mondtam, hogy ne, az anyámat adják vissza. Úgyhogy most tökre együtt éreztem veled, erre az 50. másodperc mondtak. Hát gyakorlatilag egy másodperc volt hátra a játékból. Jézus! Nem, én annyira boldog vagyok, hogy játszhattam veletek. Ez volt a legelső, hogy SMS-t küldtem rá, és hát én már kibőgtem magam előre, hogy egyáltalán bekerültem. Drága vagy. Na, Stefan, das ist gute Position. Entschuldigung, das ist Wiener Franz Rákóczi. Livi, minden esetre az ajándék a tiéd, ezt meg is hallgathatod, hogy micsoda, a pont viszont a miénk, és ajándék csomagot sincs. Nem lesz bögréd. Pedig brilliáns. Nem vagyok bánatos, bár sajnálom természetesen, de halálosan boldog vagyok, hogy játszhattam el. De jó fél, vagyis brilliáns játék volt egyébként, azt én is hozzátenném. És jó volt. Nagyon-nagyon jó játszottál. Köszönöm végig. Szépen. Nem volt benne kamuzás, nem volt időhúzás, nem volt bénázás, nyomtad végig, nagyon-nagyon ügyes voltál. Most tényleg sajnálom. Nem baj. Igen, ráadásul mondták, ezt írják, hogy kimondtam, hogy nem egy nagy dolog, úgyhogy nyertél, tiéd az ajándékcsomag. Nem mondod. Igen.
Én azért ezt megállnak gondolom, mert ugye én is kimondtam. Na jó, de te a végén mondtad ki, én meg a közepén. Komolyan? Hát, állítólag, de én ma hiszek a hallgatóknak. Én ma a hallgatókkal vagyok. Hát, így van. Savazzál, mekkora hülye. Tapsot sajnos nem tudunk beadni neked, mert Balázs magával vitte az effektkészletet. Megpróbáljuk. Mert ez az ő védjegye. Hát, így jeltem. Na, itt van azért. Megvan. Na. Azért csak előkerült. Ilyen béna voltam. Egy béna kis szerencsétlen. Jó van, ne savazd magad. Tudom, hogy savazol te. Ne, itt egyrészt így, meg másrészt meg tökéletesen igazad van. Livi, akkor gratulálunk, megvan minden, ami ebben a játékban elvihető. Nagyon szépen köszönöm. Zsófi Balázsnak üzenem, hogy nagyon szeretem őket, benneteket is puszillak. Sziasztok! Átadjuk, puszi, szia! Egy perc múlva lesz 7 óra, friss hírek után jövünk vissza, meglepi vendégünkkel egyetemben. Egy perc múlva lesz 4:08. Jó reggelt, szevasztok, közlekedési infónk van Marcsitól. Szia, Marcsi! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Merre vagy és mi történt? Hát most már a Blahalújza térnél vagyok, de az Erzsébet híd előtt, tehát a bevezető szakaszon Budaörsi úton, azt a külső sávval lerobbant buszára. És ez eléggé feltartja odáig a forgalmat, tehát az M1 M7 bevezetőnél már áll. Viszont utána nagyon jól lehet haladni, tehát eddig ugye elég nagy dugó volt mindig az Erzsébet hídon, de ma simán átmentett. Igen, mert előtte megállítja előtte a busz a forgalmat. Forgalmat. Ott ugye 4 sáv jön be, és akkor a busz az hol áll? A belső? A Petőfi laktanya után egy kicsivel. Aha. Azon a szakaszon. Ja, igen, hát az ott megfogja. Igen, az megfogja ott a befelé jövő forgalmat, és ezért nincs az Erzsébet hídon semmi. Igen, tegnap mentem rajta. Utána már teljesen jó, de odáig azért lehet egy picit lassabb haladásra számítani. És mész is tovább, vagy a Blahalújza volt a végcél? Hát egy nagyon picivel tovább, de nem sokkal. Oké. Jó munkát neked, köszönjük. Szia! A rendőrei most készülődnek trafizni az M3-ason Nyíregyházától Pest felé, a 182-es kilométernél. Üzenem az autós társaimnak, hogy most kapcsolják be azt a gyönyörű gombot, amit úgy hívnak, hogy ködlámpa. Kicsi cipész írta nekünk. Igen, van az ország területének nagy részén köd. Baranya Jenő belterületén a Kaposvár felől érkezőket várja a szerv egy fotóra. 4-es Karcagnál a Molkút után Debrecen felé trafi, 60-as tábla az útépítés miatt. Figyelem, ez pedig Kisgecse írta nekünk. A 0676450000 az SMS számunk, tessék írni. És rengetegen írták, hogy Feri tényleg kimondta azt a bizonyos nemet, Anna visszahallgatta, és hát sajnos akárhogy is próbáltuk, nem tudjuk kozmetikázni a dolgokat, nem volt elég időnk újra vágni az anyagot. Sajnos, úgyhogy Bécsbe ki lehet ugrani, nem egy nagy dolog, így hangzott az a bizonyos mondat, úgyhogy így is elbuktuk volna a játékot. Igen, így van ajándékcsomag. Jó, és akkor természetesen voltak, akik ezt a történetet is tovább gördítették. Rokonod vagy barátnőd volt a csaj? Mind a kettő, egyszerre. Én így nyomom, rokon is barátnő. Az a baj egyébként, hogy hiába nyerjük meg a játékot, mi nem kapjuk meg a nanót. Soha az életben nem lesz nanunk. Soha az életben nem lesz. Pedig így lenne fair. Igen, hogyha nyerünk, mert akkor jobban is játszanánk sokkal. Tehát most egy picit így elengedtem, mondom, ha úgy sincs nanó, akkor hagyj vigyelni az ajándékot. Hát most minek cirkuszoljon az ember, minek próbálkozzon. Pontosan 4:80 ígértünk nektek egy vendéget, aki ma nem úgy lesz vendég, mint ahogy egyébként szokott lenni, tehát hogy így behozzuk és vendég, és akkor beszélgetünk, még ne szólaljál már. Vegyél már vissza. Várjál még. Hanem egy picit műsorvezető társunk lesz majd 10 óráig, ugyanúgy hozzászól a témákhoz, ugyanúgy savazhatja a kaszatibit, vagy szeretheti, tehát bármi, ami csak lehet, azt most meg... Légy szíves, egy picit azért legyen. Nem beszéltél vele? Én mondtam neki, hogy ez sok lesz. Hogy bejön, lesz. Kicsit elüldögél, mikor kérdezzük, akkor szól. Dombóvári Vanda! Vanda! Na most lehet. Úgy döntöttünk, hogy mivel Balázs ma nincsen, szerzünk helyett egy női hangot, úgyhogy... Jó reggelt! Szólhatok? Most már lehet. Na, szólt eddig is, ne legyél már ilyen. Jó reggelt mindenkinek! Új a hajad! Köszönöm, észrevettem. Igen, észrevettük, és mindig azt szokták mondani, hogy ha nő életében vált, a Jani mondta egyébként, nekem föl nem tűnt volna, de hogy egy nő életében, ha változás van, akkor csinál új hajat. Jó meglátás, pedig nem fogsz örülni, nem magánéleti vonal, hanem egy új, nagyon kedves műsort kaptam, és ezért úgy gondoltam, hogy megújulok, mit szólt. De jó, a haja az új, azt nem mondta fel, hogy jó-e, mert hogy jól áll, de hogy új. De erről ilyen, erről pedig majdnem Victoria Beckham, tehát aszimetria. Aha. Igen. Így kérted, vagy elrontották? Így kértem. Szeretem az aszimetriát. Általában a férfiak nem, ugye, Tisem?
Ne, nekem nincs bajom, nekem semmi. Van egy természetes aszimmetria a nőknél, ami engem soha nem zavar. Igen, az egyik kisebb, másik nagyobb. Ennyi, nincs ezzel semmi gond, sőt. De Jani, ennyi férfi között nem voltam egy éve, ha belegondolok jobban. És jó? És zsűre is gondolok. Ez na, ez mondjuk kedves, ez, mert így zsűre ránézve, ugye, hát érzi az ember, hogy még egy férfi. Ezt akartam mondani, zsűri előtt megve. Utoljára leánybúcsúdon voltál ennyi férfi között, de hozzájuk képest, mi túlöltözetek vagyunk nyilván. Nem volt leánybúcsú, és egyébként egészen emészthető volt az a legutóbbi, amin voltam, és legális mindenben. Nem volt leánybúcsúd? Nem, mert nincsenek barátaid, akik elbúcsúztattak? Ez az egy, amire oly büszke vagyok, csodálatos baráti köröm van, a kisfiamon túl és családomon, tehát ez valami csodálatos. Ez az egy, látott Feri, ami miatt az imént megbeszéltük a Földimmel, a kígyósi sráccal, hogy úgy hazahúz a szívem Békés megyében, de ez a második családod ilyenkor már, ugyebár a választott úgymond, nem tudnám itt hagyni a barátaimat. Hát meg, hogy mihez kezdesz most Gyulán? A Gyulai Városi Televízió mondjuk szerintem tárt karokkal vár. Ismerek ott egy-két embert, el tudom intézni, ha akarod. Olyan kis vitriolos. De nem vagyok vitriolos, hát erről beszélgetünk. Nem, ezt teljesen őszintén gondolja. Tehát, hogyha gondolod, akkor ne várjuk már meg szerintem se a 8 órát. Most a félkor föl tudjuk őket hívni. Mert azon gondolkoztam, hogy ha most azt mondanád, hogy egyébként tényleg tök jó a Békés megye, vagy tényleg tök jó az ország bármely területe, de te mondjuk, aki itt élsz x éve, televíziózol, most ott mihez kezdesz? Hogy kezded el újraépíteni az életedet? Természetesen az álmok másról szólnak, de nemrég ezt álmodtam, hogy ott törekszem meg. Nincs ez már olyan messze? Hát azért még egy jó 30-est azért jósoljunk neked. Kezdenem. A szakmában is, akkor utána majd hazaköltözhetsz. Néha tudni kell egyébként váltani, nem most van az idő, kétségtelen, de egyszer lesz egy falmászóklubom. Aha, hát mit reméljük. Szólsz? Most hívott a Jani, és azt mondtad, hogy nem mész. Tehát, most nem tudok felé, tehát ez nem az idő. Meg nem szeretném égetni magam, már nem kúszok olyan kis gyors gyíkként föl a falra, mint egykor, ez van. Hát akkor lassú gyíkként kúsz. Feri, hát mondjuk zárás után. Nékem. Ha majd megkérjük, meg általában, ahol egyébként a Vanna megjelenik, ott biztos, hogy történik valami sztori, mint hogyha jelenléte bevonzaná ezeket a szituációkat, tehát valószínűleg vagy nyitás előtt, vagy zárás után fogunk oda menni. Miért nem mész gyerekkel együtt? Én azt annyira imádom azokat az anyukákat, akik az addigi életüket nem állították meg. Ha sportolt, akkor fogja a gyereket, elviszi. Én láttam már edzőteremben is, már én csak elsétáltam az ablak előtt nyilvánvaló, de hogy én már láttam olyan edzőtermi anyukát is, akinek ott le volt téve két ilyen kis játék a futógép mellé, a gyerek eljátszogatott, kicsit néha oda nyúlt a futógéphez, akkor a becsülte. Akkor ment egy kört. Akkor ment egy kört, alul, felül, kikapták, és anya meg lefutotta mit én a 20 kilométerét. Nagyon egyetértek veled, de ez még nem az idő, hiszen még nem jár Gergő. Tehát oly pici egy ilyen apró kis csecsemőről van szó. Mennyi idős most? 11 hónapos. És még azt hiszem nem jött el az idő, amint járni tud Feri, és egy picit aktívabb, meg leköthetőbb, nyilván eljön. De akkor most a legjobb, most még baj sincs vele, nem fogod menni a futógéphez. Nem marad egy helyben, tehát azt nem mondom, csak még igen, de ezerrel, illetve hát áll is, és a fal mentén menne, aminek szerintem Jani örülne legkevésbé. Nem? Hát ilyen helyen azért láttál már csecsemőt? Várjál. Falmászóklubban? Aligha. Láttam egyszer. Te vitted virágot. De aztán elmentem otthonra. Szóval szerintem megoldható, meg van plusz egy csomó olyan sportterem is, ahol van megőrzés, gyerek megőrzés. Igazad van. Az is tök jó, de abban meg nem bízom, fogadjunk. De vagyok. Látod, hogy most nyilván látom a szemeiden, Feri, azt hiszed, hogy nagyon merre vagyok. Nem. Rágörcsöltél erre. Most, hogy te csak ilyen kis pajzán tudsz lenni hajnalban. Tehát nem. Képzeld el, hogy erre készülök, és sokat meg is vernek, hogy milyen laza vagyok. Tehát Gergőt jóformán mindenhová viszem. Hidd el nekem. Jó, én nem. De ez nem számonkérés volt, ezt én csak így mondtam. Most úgy mondtam, hogy számonkérés. Ma reggel is olyan rossz indulat, hogy kétkedő vagy. Igen, de ne veszünk össze rögtön az elején. Még két és fél óránk van együtt életem. Ringára is szeretném vinni, de tudod, hogy még nem lehet egy éves korára. Így van, amíg nem tud ülni rendesen, addig nem szabad belerakni a kerékpáros. Meg ahogy te biciklizel. Köszi. Hát valljuk be őszintén, tehát hogy abban, hogy elkezdtél először kerékpározni, kitaláltad magadok, hogy be fogsz majd járni az RTL-be kerékpára. Még azon a héten akkorát taknyoltál, hogy rommá törted magad. Rá fél évre, Jani, és fél 500 kilométer volt a bringámban az egyik produkcióvárás. Igen, mert használtam, vetted. Nem. Valaki beleteket 4,95-öt. Azt fogják hinni, hogy ilyen álságos vagyok. És csak beszélek arról, ugye, hogy én járok biciklivel az RTL-be. Így is történt, János. Hidd el nekem. És a mostan... Is, nem?
Nem. Te nem bringás? Nem, nekem halálfélelmem van most már az ülői. Nem, hát tudod, az M0-áson mire keresztül. Így van, tudod. Azért... Olyan sebessége meg nem tudok, mert... Ott azért elég nagy gond lenne. És az új műsorról mit lehet tudni? Kerékpáros műsor lesz, vagy divat? Vagy kaptál te is esetleg egy show műsort, mert mostanában mindenki kap. Nem, mondhatom azt hiszem Csonka Andrissal, a trendvágéhez vagyok vezetve. Bandi! A szívem csücske, hallom, hogy micsoda húzió volt múlt héten veletek. Bizony, már elős beszélünk egy kicsit később, mert kaptunk tőlük egy nagyon jó kis csomagot, amit hát kaptunk, hát nem kaptunk, kaptam. Mert Pici nagyon a szívem viseli az én öltözködésemet, kicsit ő lett most a stylistom, és kaptam tőle ajándékba egy nagyon szép kis pólót, meg egyebeket otthonra is, úgyhogy... És hordod? Nem. De most az van rajta, Bandi, ne félj! Nincs rajta, bekereteztük, hozzá sem merünk nyúlni. Ne. Már nem azért, mert hogy nem szép, hanem hogy a Banditól kapta, és ezért bekereteztük már, és bent van a stúdióban. Nem, annyi flitter van rajta, hogy valószínűleg ilyen, hogy hívják meg, fényvisszorú mellé helyet fogom használni majd éjszakai kerékcseréknél. Te kis pimasz, ő a szívem csücske, nagyon jó lelkös lesz. És akkor Bandival együtt. Kéz a kézben belefuttak a nap felkeltébe. Jaj, csak így tudták képzelni. Igen. Úgy érzed, tehát hogy az ízlésem megvan? Dehogy van. Jaj, tudom én. Nagyon ő nagyon. Mindig ilyen volt. Én úgy emlékszem, múltkor, mikor Vanda itt mindig volt nálunk. Zavart volt egy nem, kicsit. Szerintem tök jó fej volt, és nem vett bármit támadásnak. Na jó van, akkor ennyit rólad egyelőre, a többi majd kiderült 10 óráig. Foglalkozunk azon témákkal, amiket ugye összeraktunk a mai napra. Következő helyzet, bizonyára hallottál már arról te is, és a hallgatók is, hogy hát a meccs után, a bizonyos pénteki román-magyar mérkőzés után, és akkor most ezt tényleg a meccs részét azt vegyük le erről a dologról, hazaérkező szurkolóink a MÁV vagonokban utaztak hazafelé, ugye MÁV kocsikban. Egy külön vonatban, amit egyébként ők is béreltek, pontosabban a hivatásos szurkolók béreltek, a szövetsége bérelt a számukra, uh-huh. És hát azért erről a vonatról még azt is el kell mondani, hogy odafele az a fantasztikus mozdony húzta, ami ugye az aranycsapatnak a tagjaival, pontosabban a tagoknak, ugye ez egy tagoknak az arcképével volt ékesítve, tehát hogy azért megadták a módját. És amikor visszafelé érkezett ez a vonat, Hát nem volt ugyanaz, igen. Már ez jó volt, már nem volt ugyanaz a vonat. Hát egyrészt azért, mert ugye a román szurkolók is kitettek magukért, és több helyen megdobálták a vonatot, betörték az ablakokat, stb. De a hírek arról szóltak, hogy a 12 vagon belülről is meglehetősen komoly károkat szenvedett. Konkrétan a MÁV-nak a Facebook oldalon, és ez nagyon fontos információ, fönn volt egy olyan hír, ami arról szólt, hogy több millió forint értékű kárt okoztak benne, a vonatban, vagyis a szerelvényekben, a kocsikban a vele hazaérkező magyar szurkolók. Aztán hát most változott a helyzet, hogy az van, hogy a több millió kár az úgy van, hogyha beszámítod a külsejét is, hogy amit ugye a román szurkolók tettek tönkre kődobálással, és a belső sérülések azok csak kisebb összeget tesznek. Igen, ki. Lassan ott tartunk már, hogy valaki kiégett egy cigarettát, sikr az egyik műbörülést. Tehát, hogy ennyi. De hogy most akkor kinek van igaza? Ki kamuzik, ki ferdít, ki csinálja itt feleslegesen a fesztivált, és ki nem? Én ott kezdeném a dolgot, ez egy érdekes kérdés, hogy amikor így vonatra ülsz, hogy miért érzel késztetést arra, és ez még nem csak a meccs után van, de most a meccs után nagyon van, hogy mondjuk ha elmentél pisilni, mert egy ilyen hosszú úton a szükségeltetik az embernek, akkor biztos, hogy le kell törjem a kézmosó kagylót. Nagyon érdekes, hogy ezt említett, Feri, engem aggaszt, ez így el is szomorít. Nagyon sokszor járok éppen Gyulára haza vonattal. Nem, hogy eszembe sem jutna. Tehát, hogy annyira aggasztó az, hogy ezt az agressziót így vezetik az emberek. Ugye a szóvivő ezt mondta, hogy a jelentős kár valóban a külső részen keletkezett, mikor is a román szurkolók megdobálták kővel. Ez meg egy másik, semmiképp nem szeretnék ebből viccet őzni, de hát, hogy olyan szakrális a dolog, nem? Kővel dobált, és kenyeret vársz. Na mindegy, nyilvánvaló, hogy borzasztó, több milliós kár jelentős része onnan fakad. Na de belül a magyar szurkoló miért teszi ilyet, hogy pont a mosdót említette? Hát vagy örömében, vagy bánatában ez a két variáció. Hát de mindenféleképpen van, valahogy leszakad az arról. Hát persze egyfelől jó, hogy nem otthon vezette le ezt az agressziót, hanem ott, de hát egyszerűen nem hiszem, hogy nem lehet ezt megfékezni. Olyan, mintha Mick Jagger, egyébként már kördülőkövek Rolling Stones, mondta valaha, azt hiszem, Báti, avatottabbak vagytok ebben, hogy bármit írjanak rólunk, rosszat is csak írjanak, csak ugye? Na most lehet, hogy a magyar szurkolók ezt gondolják. Ha már nem jegyezhető a magyar futball, és elnézést kérek minden nagyon fanatikus és olyan szurkolótól, aki ebben hisz, én alig ha, nem csupán az eredmény miatt, de hogy akkor ezért írjanak rólunk.
Ez aggasztó. Hát ezért ne írjanak. Ezért ja, persze. Nem. Tehát ugye, nyilván, de hogy egy nő sem ütne le egy mosdót, bocsássatok meg. Mondjuk, hogy a két csapat találkozik egymással valahol, akikről köztudott, pontosan az ultraikról köztudott, hogy nagyon kemények, például Viktor, amin egy Fradi Mill volt, mondjuk így összefutna valahol a világban, egy UEFA kupa találkozó révén, akkor ott azért nyilván van egy ilyen is, hogy na, akkor most ki a keményebb, mi vagy ti, kinek komolyabb a híre, kinek megalapozottabb a híre, a tietek vagy milyen, de itt szerintem nem erről volt szó, mert itt nem volt kinek hát bizonyítani, hiszen együtt voltak, és csak magyar szurkolók. Így van, itt már csak saját magadnak bizonyítottál. Most itt utána nézve a dolognak, ugye körülbelül 900-an voltak a vonaton, és hát a MÁV szerint is most már az van, hogy alig pár százezres kárt okoztak. Alig pár százezres, amit én meg megint nem tudok elfogadni, hogy szerintem 5000 forintos kár is sok, ha ezt direkt csinálod, mert ha egyébként véletlenül te éppen pipiltél, és vészfékezett a vonat, és hátraestél, és letört a mosdó, azt el tudom fogadni. De hogy egyébként a használat után, tehát a WC használat után te úgy csukod be az ajtót, hogy a sarokvasaiból kifordulva hever aztán az út közepén, akkor azt már nem nagyon tudom megérteni. És semmiképp sem, semmilyen rongálás, semmit, még a szemetet is. Tehát, hogy egyszerűen egy randi nem valósulhat meg akkor szerintem, hogyha a másikon azt látod, hogy hopp, az autóból kirepült valami. Nem, megállunk, és vége a sztorinak. Tehát, hogy egészen egyszerűen az utcán oda megyek, és visszaadom, ezt ön elvesztette. De hogy efféle rongálás, nem is tudom, hogy fekszik le este ez a szurkoló. Nagyon jó. Az ágyában. Nyilván jó volt, persze, szépen. Mert hogy az agressziót jól levezette, máshol, hát természetesen holne. De egy egészen egyszerűen nekem ez már nem férfi innentől. Lehet, hát egyáltalán nem, miről is beszélünk. Lehet, hogy egy, bocsánat, ide kapcsolódó picit. Nem is férfiasság kérdése, szerintem ez emberség, ez ételmélyűség kérdése, de abban igazad van, hogy ők nem szoktak, vagy nem jellemzően szoktak ilyet csinálni. Valahogy nem. Jó, de most úgy helyre tetted őket, hogy oda csaptam én. Képzeljétek el, egészen apról leány voltam, olyan 30 kiló körülbelül, és punk bulikat szerveztünk, ez nagyon rég volt. A Vanda, mint punk gyerekek. Igen, hajtos fogadom kellett volna rá, hogy minek van a legkisebb esélye, hogy szóba kerül az, hogy Dombóvári oda punk bulikat szervezett. Képzeljétek, a Szentesi gimnáziumban nagyon, nagyon klassz kis országos találkozókat hívtunk életre, és engem kiküldtek a magam 30 kilójával az üveges csirke szemek elé. És megjöttek hogy a vonattal. Hogy fejeld meg a skinheadeket. Dehogy is, hogy menjek ki értük, nem azok voltak, egy nagyon klassz kis punk csapat. És megjöttek, és mondom, ugye fiúk, ezt nem tétettétek. Egy rendkívül rongált vonattal érkeztek. Lesült a képemről a bőr. Mondom, ugye nem. Mert akkor nem kísérlek a kollégiumba benneteket a szállásra. És mivel megtudtam, hogy nem. És nem féltem, gondolj bele, ott voltam pár szép nagy termetű srác mellett, és egy gyönyörű bulit csináltak. Nyilvánvaló, hogy utána más műfajjal ismerkedtem. De hogy akkor érdekes. De arról azért hallották korábban, van, nem, hogy a bankok azok tudod, szembenállás a társadalommal, polgárrakasztás, ennyi non-conformista. Itt is a Szegez van. Egyébként igen, ez 30 éve volt. De szerintem, akkor hogy a szurkolóknál is ugyanez van. Tehát, hogy megmutatjuk, hogy mi milyen kemények vagyunk. Meg a tornászása, például egy kalaptartón, az is egy nagyon jó sporták. Csak vegyél otthonra egy kalaptartót, tedd fel a falra, és akkor azon ugráljál, mert ugye ez is történt. A következő a helyzet, hogy ugye a csapatnak, már a szurkolói csapatnak is volt egy utazás szervezője, akit föl fogunk hívni a hírek után. Egyrészt ugye a Mástart hivatalos igényét is bejelentette már a szétvert kocsikkal kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos információ volt, még így a korábbi hírekből, hogy elviekben rajtuk a magyar labdarúgó szurkolókon lehetne számon kérni, mivel hogy velük kötötték ugye a szerződést, a kárt, tehát gyakorlatilag neki kellene kifizetniük az okozott kárt, és azért nyilván nem mindegy nekik, hogy most itt egy százezres, tízezres, vagy éppen milliós nagyságrendű összegről van szó. A hírek után ez is kiderül, 7:30 múlt 1 perccel. Ez itt a Morning Show. 1 perc múlva lesz 3:48, szignálbővítés kéne, de erre nincs idő, Dombóvári Vanda a vendégünk. Szép jó reggelt, én leszek a szignál? Nem, hanem hogy beletenni a szignálba, hogy a 3 műsorvezető. Ajka Bakongyepesnél 2 darab rendőrautóból ellenőrzik a Veszprém felé érkezőket. Mala 10-es út minimum Solymári, Madaras, Teszkótól Flórián térig áll, 17. kerület Pesti úti elesnél látszik, ez pedig Ivet írta nekünk, és nagyon szépen köszönjük neki. Arról kezdtünk el beszélni egy szűk fél órával korábban, hogy ugye teljesen leválasztva a román-magyar meccs mindenféle eredményét, nem is foglalkoztunk most vele, foglalkoztunk 6 óra után, de hogy történt valami a visszafelé vezető vonat úton. Volt ugye egy bérelt 13 kocsiból álló szurkolói vonat, ami Bukarestből... Ja, akkor vagy 12-ből, vagy 14-ből, mert én már egyébként mind a 3-at olvastam. Aha. Lehet, hogy úgy vagy 12 kocsi, meg a vonat maga, ami húzza.
tudod? Uh-huh. És akkor így 13 lehet, hogy ez volt benne, nem tudom pontosan. Mindegy is, a lényeg, hogy jöttek visszafelé a szurkolók, és hát ez a vonat megrongálódott. A külső nyomokat, a külsérelmi nyomokat, azt tudjuk, hogy azt ugye a román szurkolók kővel végezték el, az átalakítást, tehát kidekorálást. Igen, nem, de bent is történt néhány olyan dolog, ami, hát hogy mondjam, nem rendeltetésszerű használat, azt gondolom, ugye ez jó szó. Nagyon jó, nagyon aggasztó, sőt, nagyon aggasztó, mert ráadásul az a helyzet most, az a hivatalos kommunikáció, hogy olyan sok minden nem történt. Nem, igen, meg van kozmetikázva utólag. Igen, fura, de... hogy így változnak a dolgok, hogy akkor nem mérték fel a kárt, mondjuk nagyon precízen pontosan, amikor azt állították, hogy milliós nagyságrendű összegről van, szóval most meg azt hallja például nálunk az ember a hírekben, hogy hát nem is történt olyan nagy kár, csak néhány százezer forint, vagy akár néhány ezer. Most, hogy holnap hallgatjuk híreket, akkor meg már gyakorlatilag szebben érkezett vissza, mint ahogy elment. Igen, tehát, hogy fel volt polírozva. Igen, tulajdonképpen kifestették a szurkolók a visszafelé vezető úton, hogy segítséget kérünk, felhívtuk Kis Pétert, a Magyar Labdarúgó Szurkolók Utazás Szervezőjét. Szia Péter, jó reggelt! Jó reggelt, Kis Péter! Jó reggelt! Az első kérdés az rögtön adott, hogy te ott voltál-e a vonaton, vagy csak szervezted az utat oda-vissza? Természetesen ott voltam a vonaton, tehát nekem is részletünk vagyok rá, tehát mind a vonatszervezés miatt, mint hát ugye bár magam vértezés miatt is szerettem volna lenni, és élőbelésnek tekinteni. Tehát te is a szurkolói klub tagja vagy, nem csak mint utazás szervező mentél? Hát igen, a Magyar Labdarúgó Válogatott csoportjának a tagja vagyok. Hú, Péter, egy nagyon picit lassabban próbálj meg beszélni, mert elég rosszul hallunk, és... Hát igazából a labdarúgó szurkolóknak ugye bár az egyik alapító tagja vagyok, de ugyanakkor meg ugyebár a maga az utazásszervezésével. Jó, tehát utazás szervezel és labdarúgó szurkoló is vagy. Hát innentől kezdve ugye nyilván véleményes, de azért kíváncsi lennék rá, hogy te magad mit mondasz az üggyel kapcsolatban, tehát amikor visszaértetek a vonattal és leszálltatok Budapesten, akkor mit hagytatok magatok után? Hát igazából maga az egész történet, ami megjelent a médiákban az első körbe, az engem egyébként szinte minden azt meglepett, hiszen igazából sok milliós kárról beszéltek első körben, de ugyanakkor mi meg voltak a vonaton ugyebár közel ilyen 30 rendőr, mint magyar részére a határtól, pedig a román rendőrség kísért minket, és emellett volt még négy MÁV alkalmazott is, aki velünk tartott, hazafele Békés Csabától fölmértük azokat a károkat, amit esetlegesen okoztak ezek a szurkolók, és igazából magam, amikor fölmértük a károkat, akkor most nem akarok beszélésekbe belemenni, mert én sem tudom, hogy melyik milyen tételt képvisel. Mi történik, Péter, ez micsoda? Már leszálltunk a vonatról, mi történik meg? Igazából maga a károk, igazából amit így fölmértünk, az nagyságrendileg elsődleges vesztesek szerint az nagyjából ilyen pár százezer forintos kár. Pár százezer. Igazából... Most itt egy pillanatra álljunk már meg, Léci Péter, hogy hogy mondjuk nem milliós nagyságrendű összegről van szó most ebben az esetben, mint amit egyébként eredetileg állítottak egy Facebookos bejegyzésen, azt mondja, hogy a MÁV vonat összeállítás, hogyha jól olvasom, egyébként ez az oldal már nem elérhető fura módon, szóval, hogy korábban ilyen milliós nagyságrendű összegről beszéltek, egy, szerinted miért kezdett el terjedni ez a hír, hogyha nem igaz, kettő, hogy nektek az ilyen pár százezer forintos károk is beleférnek a büdzsétekbe? Nem, egy igazából nem fér bele a büdzsébe a pár százezer forintos kár se, hiszen igazából bármilyen kárról beszélünk, az akkor is kár marad, tehát akár egy 1000 forintos tétel is mondhatni azt, hogy károkozás, és illetve valaki más cégnek okozunk kárt, ez igazából ez se férne bele, de ugyanakkor az elsődleges híradások miatt igaz, hogy miért is került, én úgy gondolom, hogy könnyebb eladni úgy egy hírt, hogy milliós nagyságrendű károk is lejáratni egy szurkolói társadalmat. Ami azt mondom, persze nyilvánvaló, hogy van esetlegesen olyan, aki esetleg olyan károkat okoz, ami nem férne bele egyáltalán ebbe a közegbe. Péter, tudsz ugyanakkor... konkrétumot mondani, hogy mi károsodott a vonaton? Itt ugye azt olvastuk, hogy mosdó hát, letört, mosdó hát, ajtó. Ez a konkrét eset, amiről most éppen beszéltél. A mosdó letört, igazából erről a román hatóságok csináltak is egy jegyzőkönyvet közvetlenül a vonaton, mert éppen abban a mosdóban tartózkodott valami, amikor belepült egy tégla, és a tégla verte le konkrétan azt a mosdót. Ez valószínűleg a mosdón látni is lehet majd, ugye bár ezt az ütés nyomot, mert az elég nagy ütés egy tégla, és amikor belepült az ablakon, és az ablak az egyetegbe ki is tört. És ő annyira megijedt az a szurkoló, aki bent volt a WC-ben, mikor letört a mosdókagyló, hogy ki kellett törnie a helyiségből, és így az ajtó is károsodott? Mert állítólag az is.
Hát megmondom, hogy szintén igazából az ajtót én csak utólag hallottam, amikor végigjártuk a szerelvényt, akkor nem láttunk ilyen jellegű problémákat a más szakembereivel. Leszakadt kalaptartót, azt láttatok? Mert volt egy csomó fotó, amivel egyébként ezt az eredeti hírt illusztrálták, és azon például szerepelt ilyen is. Leszakadt kalaptartó? Igen, arról is szóltak azok. Amit igazából mi problémákat vértünk, és láttuk, ugyebár betört lámpabúra volt, vannak ezek a italtartók, ugyebár az volt kiemelve a helyéről, amit ugyebár egy stift tart, de ugyebár nyilván voltak más jellegű károk is, de amiről még nagyon sok szó esett, ugyebár maga az a szeméttel járt, bár én úgy gondolom, megmondom őszintén, hogyha például egy Budapesten tartanak egy szilveszteri bulit, ahol úgy szintén több az ember rész lesz, úgy szintén óriási szemetet hagynak maguk után, és ugye bár ott is igazából nem szurkolók vannak, hanem jókedvű emberek, és óriási szemetet hagynak maguk után az utcákon. Most sajnos igazából ugyanez történt, de ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy maga a rendőri szervek, amikor leszálltak a vonatról a határnál már szervek, és ugye oda-vissza 14-14 órát utaztak velünk, ők estek meg engem, és megköszönték azt, hogy abszolút mitől kultúráltan viselkedtek a szurkolók, és egyetlen szidalmazás sem történt, sőt a szurkolók egymás részéről se történt semmiféle fajta atrocitás. Péter, bocsáss meg, egy kicsit női szemmel, olyan kíváncsi lennék, azt mondtad, ott ültél a vonaton, némi ellenmondást érzek, az imént azt mondtad, lejáratásról van szó, a magyar szurkolókat valaki le akarja járatni, egyre szebbek a hírek, napról-napról, valahogy mindig az összegek csökkennek egy-két nullával, én azt nem tudom elképzelni, ott voltál a vonaton, láttad ezt nyilván, tehát hogy mindig ezt hallottam, így fogalmazol, hogy valaki ezt mondta, tehát hogy nyilvánvaló, hogy valami hír alap van, tehát hogy ugye nem zörög a haraszt alapon, de láttál bármit is ebből az agresszióból, tehát nyilvánvaló, hogy nem csupán a szemétből tevődött ki a több százmény. Egyáltalán nem volt, agresszió egyáltalán nem volt a vonaton, hiszen igazából... Jó, akkor te láttál bármilyen rongálást? Nem láttam semmi rongálást, nyilván igazából... Na, hát más kocsiban történhetett nyilvánvaló. Így van, szó szerint ez így van. Igazából, amikor a más emberével végigjártak onnatot, akkor szembesültem én is egy olyan sérülésekkel, károkkal, amit igazából úgy gondoltam volna, hogy ez nem is történt meg, mert ugyebár egyszerre 13 vagonban nem lehet ott lenni és felügyelni mindent, még akkor is, hogyha többen figyeltünk, próbáltunk a rendre figyelni. Péter, van most laikusok vagyunk, és ezért nem tudjuk. És ezért kérdezem azt, hogy van most köztetek olyan vezérszurkoló, akire egyébként minden ultra, minden egyes szurkoló, aki fanatikus módjára minden egyes válogatott mérkőzésről ott van, hallgatna, hogyha adott esetben, ha előfordulna bármiféle atrocitás, vagy bármiféle probléma, vagy rongálás, vagy botrány, akkor ő azt mondaná, hogy srácok, ne csináljatok, mert ez meg az lesz a következmény, akkor a többiek hallgatnak rá, van ilyen ember? Nem tudok róla, hogy lenne ilyen ember. Alapjáton igazából erre az utazásra úgy indult el mindenki, hogy egységesen, és igazából itt lehetett is látni, hogy a maga a szurkolói csoportok között nem is volt semmiféle fajta feszültség, holott korábban mindig mondták, hogy mekkora a rivalizálás szurkolói csoportok között, most úgy egységesen indultak el. Már a magyar szurkolói csoportokat mondod. Így van, aha, így van. Jó, mert igen. Ez nem mondható el ugye a román szurkoló és a magyar szurkoló között. Hát nem, igazából, ha megnézzük a lelátót, ugyebár az kevésbé jelent meg a hírekben, hogy magyar szurkolók ugyebár úgymond egymással semmi fajta atrocitás nem történtek, a román szurkolók ugyebár ott... De Péter, sírva kérlek, az felmerül egy magyar válogatott meccsen, hogy a Fradi mag meg az Újpest mag megveri egymást, ha kimegy. Nem, és igazából hagyjál már békén, ne haragudj. Most sem erőlt. Hát persze, de erről ne beszéljünk, hogy ez érték. Hát az micsoda butaság lenne, és ennél nem akarok rosszabb szót, vagy erősebb szót alkalmazni, hogy a Fradi meg az Újpest szurkolói mag kimegy a nemzetközi meccsre, a magyarnak szurkolni, és ott agyonverik egymást. Hát ezt nem mondjuk de már. Ilyen nem is történt. Hát de azért tehát mondom, hogy ezt nem mond előnynek, érted? Hát ez egy minimum elvárás, hogy legalább ilyenkor nem. Tehát, hogy ez kellene, hogy legyen a természetes, hát azt akarja Feri mondani. Igen, hogy nem ez egy Mert tudod, az a baj, Péter, hogy egyébként én személy szerint a 90-es évek elején jártam ki rendszeresen meccsekre, Fradi meccsekre, és marra érdekes, hogy akkor rengeteg családost láttam a lelátókon, rengeteg gyereket, láttam ott anyákat, láttam ott fiatalokat, mindenki, egyébként teltházasok is voltak ezek a meccsek, és valahogy ez az évek során ez szépen lassan, ez a fajta családias hangulat, családias feeling, hát az egykori kettős rangadókról meg ne is beszéljünk már, amikor tényleg gyakorlatilag a magyar családok számára egy igazi hétvégi program volt egy meccsnézés. Ez az évek során sajnos ez a feeling ez eltűnt, és lassan tényleg odáig jutnunk kell, hogy 1-2 ezer szurkoló kim van a meccsen, ők viselkednek úgy, ahogy viselkednek, de a lelátó összes többi karéja, szegmense az pedig üres. Miért van ez
így, hogyha egyébként kulturált formában szurkolnak ezek az emberek? Mondom, hogy én klubban sem nem járok egyáltalán, válogatott meccsre járok, és ott tudom jól, hogy igazából ott abszolút mértékben jó hangulatok szoktak lenni a válogatott mérkőzések. Tehát, és úgy szintén rengeteg gyerek és családos jár ki, tehát és ott abszolút mindig a hangulatról szól. Péter, még egy utolsó kérdés, egy igen vagy nemet várok tőled, hogyha a MÁV összeírja, hogy mi károsodott bent a vonatokban, és ezt leadja a magyar labdarúgó szurkolóknak, akkor ő ki fogja kifizetni ezt a kárt? Van-e biztosítása? Ez igazából van egy szerződésünk, amiben rögzítve van, hogy a károkat meg kell téríteni. Nyilvánvaló, hogy ez egyeztetés is fog még maga után vonni, hogy pontosan milyen károk voltak. És jó, de ezt megbeszéltétek. Ki fog fizetni? Biztosító, vagy a szurkolók, vagy te? Nem, én fogok igazán, mint a szurkolóibusz.hu, ő fogja ezt rendezni, ezt a kárt. Rendben. A szurkolók, hát nyilvánvaló a szurkolók okay. is vállalták a felelősséget, de hát... Másik téma. Én köszönjük. Kicsit szomorú vagyok, hogy azért megkozmetikáztuk ezt a hírt, és hogy Péter, igazából egyetlen kérdésemre sem kaptunk, illetve nekem oly sok nem volt olyan igazi választ, de egyet tudok, azért ne szépítsük, tehát, hogy ma a családok nyugodtan nem járnak ki magyar foci meccsekre, nem az van, mint Madridban, hogy páholyokban boldogan és odaadóan drukkolnak a kedvenc csapatoknak. Hát pedig egy válogatott mérkőzésen igazából ezt megtehetik mindenféleképpen. Uh-huh. Ó, hát én rettegek, akkor és más városban megyek olyankor. Péter, köszönjük szépen neked, szia! Öt perc múlva lesz 8 óra, ma este akkor nyugodtan mehet mindenki ugye a magyar észtre. Hát biztos vagyok benne, ha mennek. Ha mennek. Mi viszont még játszunk egyet ebben az órában. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. És még egy fél mondat, sokkal is le is van zárva ez a téma. Nagyon fontos, hogy természetesen mi nem csak a magyar szurkolók viselkedését igyekszünk ezzel a dologgal mondjuk így elítélni. Az ugyanolyan elítélendő és ugyanolyan primitív dolog, amikor mondjuk a román szurkolók abszolút téglával dobálják meg a magyar vonatot. Így van. Zsolt, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Mi a helyzet Szilvásváradon? Fekvés. Mi az pihengetés? Hogy? Szabadság? Na hát, igen, kényszerű. Ja, az nem jó, az annyira nem jó. Az betegség vagy kirúgás, ez a kettő lehet? Hát, betegség. Ez a jobbik része. Áverzió. Igen, mert az elmúlik reményeink szerint. Így van. Nagyon rövid időnk van, úgyhogy már is mutatjuk tudom neked, hogy merre jár Óven bácsi és Beru néni. Figyelek. Felénk járnak. Igen, esős. Igen, mert hogy esik az eső, esős az idő, van egy kis dörgés, és már is mutatjuk, hogy mit énekelnek. Na, 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 na. Igaz. Aha, szerintem is. Még egyszer lehetne? Vanda, föl kéne ismerni, segíts. Próbáltok, tehát nagyon koncentrálom. Persze, lehet még egyszer mutatjuk. Na, 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 na. Hú. Hát, szépen Isten igazából talán lenne, de... De nem kockáztatsz, akkor ugrik... Nekem az sincs. Ugrik a bögre, mutatunk egy hosszút. Na, mutatunk egy hosszút. Na, 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 na. Hú, most már az a tippem is elugrott. Oh. Hát kérlek szépen, mi lett volna, azért mondd el. Isten igazából csak egy számrészetet tudok, ez a valami ilyesmi, hogy nem kell más úgy csókolnám a szára, tehát valami ilyesmire gondoltam, de nem tudom, hogy felül az úgy. Kicsit más műfaj. Így van, ez kicsit a KFT más lett volna, meg az Afrika című. Hát, pedig mekkora klasszikus. Kókuszdió. Hát Zsolt, jobbulást tudunk neked kívánni, de ajándékcsomagot nem küldtünk hozzá. Illetve azt hiszem van hozzá valami, amit így is úgy is megkapsz, hogyha nem tudom, mindjárt meghallgatod a reklámblogban, de jó. A bögre póló kegytárnak az nincs. Hát, okay. Sajnálom. Nagyon. Aha, lehet, hogy sovány igaz, de én se tudtam. Ó, hát Norbi maga küld neked egy nagy csomit, úgyhogy az jó, az hallgass meg. Maga Norbi. Norbi. Jó? Norbi. Jó, oké. Okay. Zsolt, jobbulás, szevasz, 2 perc múlva lesz, 8 óra jövünk a hírek után. És Dombóvári Vanda! Jó reggel! Hello! Balást helyettesítve, de csak egy kicsit nyugdíj. Persze, csak ma 1 perc múlva lesz, 4:49, Axel van velünk, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Milyen közlekedési infód van? Most voltam a Damjanincs és a Dózsa György kereszteződésében, álltam a piros lámpánál, és egy figyelmetlen autós véletlenül neki csúszant a trolibusznak, úgyhogy a dugó várható. Bent állnak pont a közepében?
Hát nem, mert pont kanyarodni akart a kocsi is, ugye, Reál Dózsáról a Damjanicsra, meg a busz is, vagy a troli is, de találkoztak ott, szerencsétlenül. Igen, az ilyenkor a legjobb időben történt, 8 óra magasságában, szinte senki nem jár ott a Dózsa Györgyön, tehát ez egy ilyen üres, kihalt kis tér ilyenkor. Axel, köszönjük szépen neked, jó utat, szia! Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok! Moszkvánál sárgák a lámpák, gratulálok az ötletgazdának, írja a hallgató, Ludány halásziban nem működik a vasúti fénysorompó, valószínűleg kábellopás, Halik, Kőbánya, Mázsatér, K.O., ez pedig az új írta nekünk, Alsó és Berterületén háromlábú, 71-es főúton, szép napot, üdv, D. Egy mondat csak még az elmúlt óra témájára, hogy ugye itt néhány felháborodott hangú SMS is érkezett, ez a dolgotok, írjátok meg, ha fel vagytok háborodva, ezt mi nagyon szeretjük. Nyilván egy szegmensét világítottuk meg, ennek a szurkolói mizériának, meg a magyar foci mizériának, a mi mondatainkban sem kell általánosítást keresni, tehát van olyan magyar szurkoló, aki a meccsért jár ki, akár a nemzetközi, akár ugye a klub meccsekre is, tehát hogyha egymás ellen játszanak ezek a csapatok, de ami most történt, azt gondoljuk, hogy nem lehet elmenni szó nélkül. Nem lehet, ugyanakkor meg ennek az egész helyzetnek, ennek az egész a magyarországi futball helyzetnek egyébként sokféle oka meg van, és én megmondom őszintén, hogy személy szerint én nagyon örültem volna neki, hogyha egy szurkoló is tudunk beszélni, abból a kemény magból, aki mondjuk így a körülmények ellenére is kijár a meccsekre, nyilván ők is egy teljesen más szemszögből nézik ezt a dolgot, valamikor szerintem a közeljövőben remélhetőleg tudjuk folytatni ezt a témát, és be tudjuk őket is majd vonni ebbe a dologba. Mert úgy érzed, nem volt kerek ez a sztori. Így van bennem egy pici kis hiányérzet a dologgal kapcsolatban, ők nyilván másképp világítják meg ezeket a dolgokat, mint ahogy mi látjuk, mi laikusok látjuk, illetve szerintem egy kicsit más szempontból is, mint ahogy Péter látja, akivel beszéltünk. Nézd, hát ma lesz egy mérkőzés, lehet, hogy holnap is lesz miről beszélni. Átadálunk holnapra egy szurkolót. Reméljük, hogy nem. Új divat van, kérem szépen, nyaralás ügyben, akinek erre lehetősége van, hogy nem akarsz fizetni a szállásért, akkor egy remek kezdeményezés ütötte fel a fejét a világban, és már vannak magyarok is, akik ezzel élnek. Lakáscsere. Ez a lakáscsere. Lakáscsere. Hogyha van valaki a hallgatóink közül, aki már részt vett ilyenben, mert most már van magyarországi portál is, lehet jelentkezni, akkor az írjon már nekünk egy SMS-t, mert kíváncsiak vagyunk a véleményére. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom még, hogy melyik oldalra álljak. A sztori a következő. Elhatározom én, hogy szeretnék menni nyaralni, fölmegyek erre az oldalra, kinézem azt az országot, várost, ahova szeretnék menni, akár Magyarországon belül is, és ott keresek egy olyan embert, aki lakáscserében gondolkozik, megírom neki, hogy június 12-től 21-ig lennék nálad, te viszont jöhetsz hozzám. Úgy hagyod a lakásodat, ahogy az van, tehát minden üzemel, ott vannak a növények, az aranyhalak, ha van neked, és elutazol. Cseréltek a másik emberrel, aki meglakik valahol, kicserélitek a lakást, és mind a ketten a másik lakásában éltek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha te mondjuk megontad az egyébként meglehetősen jó alapotban lévő 13. kerületi ingatlanotokat, és kinézel magadnak mondjuk Rio de Janeiro külvárosában, a favellában egy bádogbódét, akkor te azt jelzed a bádogbódé tulajdonosának, hát, hogy szívesen cserélnél egy hétre, mert hát mondjuk mégiscsak hozzájuk közelebb van a Copacabana, és akkor így cseréltek, nem? Igen, mondjuk az van, hogy a favella tulajdonos, vagy hát ugye az ott lakó család nem tudom, hogy kibírja fizetni a repülőjegyet. Kifizeted neki. Ja, hogy azt is kifizeted. Lássad a világot ezek a kis lurkok, nem? Ha persze, hadd nézzék meg. De ha mondjuk Monte Carlo-ban egy elegáns tengerparti luxusingatlan nézek ki, akkor szintén állhat a csere, mert akkor meg tudom mutatni neki az angyalföldhöz már majdnem közel eső, illetve ahhoz közel eső 13. kerület. Nem éreztek ebbe egy kis kockázatot? De, nem, nagyon sokat érzek. Tudtam, láttam, hogy rémült a tekinteted, Jani. Igen, összecsináltam. Feri sokkal lazább. Igen, nyilván van egy kockázata, tehát hogy legyen befizetve az összes közüzemi számla. Én mindig 5-kor elintézem kelés után, ha akarod ezt tudni. Olyan büszke vagyok rátok. Egy hajszállal több infót tudod, mint amire feltétlen szükségem volt. Van kockázata, Jani. Ugye? Tehát nyilvánvaló, hogyha a te esetedről beszélünk, bárkit nem engednél be. Gondolom, hát, például nem bárkit, senki. Népes családjával. Nem is csak azért, mert hogy ki az, aki ki fogja venni a lakásomat, illetve el fogja cserélni egy időre a sajátjával, hanem, hogy én mit fogok kapni. Én mondjuk rutinos ingatlanozó, már olyan értelemben ingatlanozó, ingatlan néző vagyunk, folyamatosan egy ilyen lakásvásárlás, egy vagy házvásárlási projektben vagyunk benne, azok. Gyakorlatilag ez már a tripünké vált, mi ettől élvezünk, ettől jobb a családi életünk, gyakorlatilag a gyerek is
ennek az izgalomnak hatására jött létre, de hogy most komolyan, tehát hogy nézem fönt a különböző ingatlanos portálokon a fotókat, megnézem azokat a fotókat, megtetszik a kecó, elmegyek, megnézem, és nem köszönő olyan viszonyban nincsen azzal, amit a fotókon látok. Olyan ügyesen meg lehet fotózni egy szobát úgy, hogy ne látszódjanak például a plafonon az ázások, a sarokban ne látszódjon a fáraó hangyáknak a munkája, hogy ne látszódjon az, hogy egyszer már el volt ázva a lakás, hogy csőtörésből kifolyrak, stb. De most itt egy hétre mész, hát nem belefér, hogy sárga egy kicsit a plafon itt ott. Így van, az a néhány csótány, ami a futkálás van rajta éjszakánként, amikor aludnál, akkor nem érdekes. Vagy ez az egész alapvetően arról szól, hogy legyen hol megaludnod, miközben megnézed a várost, meg megismered az embereket, elkapod a helyi nyavajákat. Induljunk ki abból, hogy mondjuk hasonló paraméterekkel rendelkező klassz lakás, csótánymentes vár ránk. Van egy izgalma, de akkor igazán, amit Feri mondott az imént, hogy szakadéknyi különbség ugye feszül a kettő között, akkor azért nyilvánvaló, hogy nem azt kapod, tehát Jani rémülete valahol érthető, de hogy mondjuk tényleg eljutsz egy olyan, az Operencián túlra, egy olyan klassz helyre, ahol például egy film erre épült, utaltál is rá, az a kis kékharisnya lány megismert egy egészen más milliót, ott nyert el a boldogságot. Nyilván ez túl szép. Kolumbia, Bogota. Jó, mondjuk, milyen jó lenne ott. Legyünk konkrétak. Népes családoddal beköltöznél-e? Például szerinted Janihoz. Hát én beköltöznék, mindégyen beköltöznék, ő nem engedne be ott. Például itt van rögtön egy kibékíthetetlen ellentét, hogy az a lábas készlet, ami a Janinál van, a serpenyők, az ugye szűz, hús szűz készlet, igen, és ők például rendes vegaként nem is nagyon szeretik, például ha étterembe mennek, hogyha mondjuk a rossz sütőlapon a húst, meg például a sajtot, zöldségeket együtt sütik. És ez tök izi. Hosszú évek óta húst én csak nyersen, sokáig nyámnyogok rajta. Na most nálam tudod, mi lenne az első? Hát egy kiló valamit azért csak bizony. A másik meg az, hogy egy nem utolsó szempontot azért figyelembe kell vennünk, hogyha a Ferék beköltöznek hozzánk, mindig ki kell elmenni valakinek, hogy becsukja az ajtót, mert egyébként... Tehát, hogy mi elférjünk, méret és szám miatt. Nem egy túl nagy lakásban élünk. Na, hogy oldjuk meg például a tusolást, mi nálatok? Négyen vagyunk, ismered a kis családomat, van két ördögrossz, de tündéri gyerekem, akik egy másodperc alatt amortizálnak mindent. Hát valamilyen szaniter áruházba veszünk valamilyen toldócsövet, aztán kint tudsz zuhanyozni az utcán, mert hogy egyébként a kádunkban nem férsz el. Miért problémás a kádja? Vagy várjál. Mert nem túl nagy, mert és a Feri meg igen. Igen. Ilyen jó, egyszerű. Tudod, szűkös a kád. Nézd, a Feri nagy, a kádunk kicsi. Ez az inkompatibilitási probléma. Lehet állni abban a kádban? Állósan tudnék kusolni, nem? Vagy akkor beverem a fejem? Egyébként ez is benne van. Vagy ott van egy másik probléma. Jani nagyon háklis arra, jogosan, hogy csak jó minőségű műszaki terméket vásárol. Érted? De ő neki az kell, hogy megbízható legyen hosszú távon. Most oda mennénk, és a Soma első körben a Blu-ray lejátszót egy darab ceruzával így ezt hallanád jó, rajta. Itt nem mert jól nevelt a gyerek. Így van. Akkor valószínűleg az lenne, hogy miután kiköltöznek a Ferék a lakásból, akkor én átmennék hozzájuk, illetve nem visszaköltöznék tőlük, de hoznám magammal a Lamborghini kávéfőzőjüket is. Igen, de például ott vannak a gitárjaim. Hozzá nem nyúlnak. Ott voltak a gitárjaim, mert hát nyilván biztos találnék nekik gazdát. Te megőszülnél, Jani, már amiből van. Persze, ugye? Az a kicsi sőszülne tovább. Ilyen fordított helyzetben. Alul is én sem szívesen engednék be egyébként már. Nagyon sok bizalom volt bennem néhány héttel ezelőttig, már nem engednék be idegen. De mi történt valami? Kiraboltak. Ne mondd már, tényleg kiraboltak. Igen, rabulta. A családtagként, szép volt, Jani, olyan arhaikus. Na, rabul. Szóval lapozó. A családtagként kezelt babysitterünk. Többi éve, igen. Ne csináld már. Cuki volt, nagyon szerettük. Tudjátok, az igazi, mérhetetlenül kedves lány. És akkor egyszer elfelejtettem szólni, hogy a húgomtól veszi át a pici csecsemőt. De ott aludt mindannyiunknál. Húgiék, négy gyermekénél és szemben. És kirámolt a babysitter. Igen, megjelent az én pulóveremben, a húgi nadrágjában, a Brigi, a másik gyermekükön, cipőjében. De megjelent előtted? Nem, a húgitól, a saját húgomtól vett át a gyermekemet. Igen. Jézus, ennyire amatőr. Tehát járt hozzátok, járt a húgodhoz, igen, és amikor a húgod nálad nem tudott volt, róla. Nem, nálam. Tehát húgit oda hívtam a saját lakásomban, csak egy de azt tudta, hogy ti testvérek vagytok. Azt igen, de azt nem, hogy pont találkoznak. Tehát így bukik le, Pész Andra. Nagyon bántó. És képzeljétek, mindenket elég. Feljelentést tettél? Nem. Ilyen úri a család. Nem aha tettünk. Tehát kidobolt az úri, meg a lúzer az... Igen, azért ott van. Az kb. Ugyanaz? Az most igen. Kérdezem, nem hát nézd, Vanda így fordít. Igen. Úri igen. És lúzer. Hogy gondolom az élet elrendezi fel ezt? Kell nyomni ezeket, tehát, hogy... Nem vagyok én. De most mi? És mit mondta, hogy ne gyere ide többet, mert nagyon...
A Dombóvári Vonda haragszik. Nem, most még hónap végéig kifizette, tudod. Nem, valószínűleg azért, tehát még hónap végéig kifizette, illetve éppen akkor a főzött még ebédre is ott tartottam. Nem, képzeljétek el, hogy annyira banális a történet. Tehát éppen egy forgatás közepén voltam, és a húgom felé felháborodva, iszonyú nagy a baj. Bejött Szandra cipőben. Mondom, húgi, ez nem olyan nagy baj. De nem meglepő. Nem értettem, hogy az ő cipőjében. Aha. Tehát, hogy az, a cipőben. Amit 2 éve keres. Tehát és utána, hogy minden ruha. Majd a férje, aki finoman kiment a ruháinkért, mondta, hogy van még pár. Szandra küldött egy fotót, tele volt a csomagtartója az autónak, ami nem kicsi, az a két családtól zsákmányolt ruhákkal. Ne, miközben mi azt hittük, hogy, de hát nem tűnt fel, de hogy csak azt hittük, dolgok. Tudod, mi nagyon jó testvéri viszonyban vagyunk, kulcsunk van nyilván egymáshoz, és hordjuk egymás ruháit. Hogy egymástól loptok, azt gondoltátok. Nem. Kölcsön veszünk, Ferko. A húgi rám volt a kökkel. Gyanús volt, de ugye az ember ilyenkor egyszer nem hiszi el. Tudod, ez az a helyzet, hogy nem, ő biztos. Tehát nem ismeri rá, kérdezni. Hát a magyarul nem cserélne senkivel lakást, mert hogy már senkiben sem bízhatsz. Hát benned bízni. Igen? De nehezen. Hát viszonylag kevés tangádat nyúlnám le. Igen. Na például ez egy tök érdekes kérdés. Pedig szeretem, ha bevan. Hogy nyilván, ha elmész egy hétre, akkor viszel alsóneműt, de marad még otthon. Az összes ruhád, alsóneműd, az irataid, ugye nem fogod elvinni az összes befizetett csekkedet 10 évre visszamenőleg, meg a szerződéseidet, ami a biztosítás, vagy a hitel, vagy akármi, azokat mind ott hagyod? Hát, bizony. És körben, egyébként most őszintén ti azért így körbenéznétek a lakásban, megnézegetnétek a cuccokat? Nálad? Én nagyon körben. Én mindenképpen 2 hétre venném ki a ti lakásotokat, mert az első héten valószínűleg csak ott állnék az egyik boxer alsóddal, és nézném. Hogy nem lehet karát. Hagyja úr ez. Anya, gyere már, mi ez lehet nem ez? Lehet. Hálulj! mire használhatják tényleg? Hogy az összes személyes dolgod ott van? Amiben egy idegen elkezd beletúrni. Nagyon fura. De egyébként szerintem mi magyarok nem vagyunk ennyire nyitottak. Azt el tudom képzelni, hogy egy-két diák, vagy mit tudom, 20 éves, aki már egy kicsit így otthon van ebben a témában, meg mondjuk, hogy olyan European trendy, az azt mondja, hogy oké, kipróbálom, mert meg nincs is veszíteni valója. Mert félig meddig üres a lakás, aha, vagy ilyesmi, és akkor tényleg egy ilyen csereüldültetés jelleggel mondjuk így odaadná valakinek egy másik nációból a kecóját, de hogy hát nem tudom, így mi begyöpösödött agyú 40-esek, nem hiszem, hogy ebbe belemennénk. Hát, ha mondjuk magyar futball. Illetve ti se. Nem, hát nyilvánvaló, hogy nem. Tehát egy kicsit latin mentalitás. Nem ők nyitottabbak ebben, lazábbak. Gyere, te, jövök én. Gyere. De mondom, magyarok is vannak, akik ezt csinálják, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, ha valaki tud jelentkezni. De mi van például az egyéb szokásokkal? Én beköltöznék hozzátok, Jani, és ugye mi bővízzel szeretünk tusolni, mert ekkor a testet érted, át kell áztatni. De ez nem azért van, mert pazaroltok, hanem egyszerűen a felület igényli. Így van, igényli. Na most te neked megvan a kis vízszámlád, amit eddig havonta megkapnál, és az én 1 hetes nyaralásom saját óra. Kapnál egy 4-szereset. Nem, saját óra. Ja, hogy de náluk úgy van megcsinálva egyébként, rosszul járnál, mert közvetlenül a kádunk fölött be van építve egy másik óra, mert nekünk a szomszédban van a nagy vízóra. Aha. És ezt nem mi szeretettük föl, csak érezzem, mert nem mi vagyunk egy gyanakóak, hanem még az előző tulajdonos. Közvetlen a kád fölött, ott van egy kis óra, és én látom, hogy mennyi a saját privát fogyasztásunk. Na, tehát, hogyha jön a vízóra leolvasó, és azt mondja, hogy jó napot kívánok 300 köbméter, akkor én beírom, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, egyébként csak 200 köbméter, és így. És megütöd. Na érted? Jó, de te nem vagy ott, amíg én ott lakom nálad. Te ez igaz. Ez igaz. Erre kell a kaució. Aha. Milyen okos, bölcsönös. Igaz? Nem vagyok annyira hülye, mi? Hova mennétek szívetek szerint, ha lenne ilyen lakáscsere? Mit vállalnátok be? Tehát jobban mennél, hát nyilván nagyon rosszabban, ne? Tehát ez a favela sztori, ez tök jó volt egy bádogvizsgót kipróbálni, mert ugye azért érdekes a sztori, ezt le is írják, akik ebbe benne voltak, hogy itt az a lényeg, hogy megismersz más embereket, gyakorlatilag a lakásban úgyis aludni mész, mert egyébként járod a várost, járod a környéket, de hova mennétek? Kíváncsiak vagytok? Mondjuk, persze. Tehát a Bözsit elcserélnétek a Buckingham? Kipróbálnám az inuitoknak. A közös asszony. Igen, de ott minden közös. Én Szicíliába. Medonciés házba, mert nincs Medoncin. Szicília. De mondjuk Buckingham palotát elcserélnéd? Nem. Büskével, hogy fázomot. Jöjjön. Én Toszkánába mennék el megnézni, hogy kiheverték-e már Csiszárjenő. egész biztos, hogy emlékek vannak mindenütt. Az már csak láttam a paprikám. Út mentén felállítva. De hova mennél fel? Nekem mindegy, csak menjünk. Hát jó, az mondjuk érdekelne a kerület. Mi az, amit biztos, hogy nem hagynátok bent a lakásban? Például a bankszámlámra vonatkozó. Ne legyen már terhükre. Én egy kicsit ott hagynám a kettőt, egy hétre, nincs azzal semmi baj.
Fúj, nagyon sok minden. Most már épp az iménti sztoriból kiindulva, szinte mindent vinnék magammal. Közüzemi számlákat, mindent. Aha. Személyes tárgyat. Személyes tárgyakat. Mondjuk van egy olyan fényképed, vagy egy olyan igazán, valami, ami... Valóban, a családi fotók, amelyek most lettek igazán fontosak. De romantikus. Nem romantikus, Jani, ez fontos. Én a svájci bicskámat, családi fotók maradhatnak. Azzal ugyanis le tudod az anyázást kaparni a másikba. Családi fotókkal nem lehet krumplit pucolni, érted? A régi szerelmes leveleket. Vanda, megvan a kép, hogy egy kamionnak megsárgult pergameneket. Nem volt annyi felé. És ő viszi magával a pergameneket. Pergamenek. Ezzel utaltál a koromra, János. Hát figyelj, az igazság, még ha fáj is. Persze, de rádió is nem látszik. De csak dicsértünk egész reggel. No, ha van olyan hallgatónk ténylegesen, aki már volt ilyen lakáscserében, az írja meg nekünk 0-76-45-00-00, ez a mi SMS számunk, ide várjuk a közlekedési információkat is. Most 8:30 jövünk vissza a hírek után. Ez itt a Morning Show. 2:03-9, Dombóvári Vanda. Jó reggelt. Vadon János. Ez egy jó zene, de napi 4-szer írja egy kedves hallgató, ma még csak 3-szor volt szerintem. Így is van, hiszen még csak reggel van, a következő 4-et majd a későbbi időben fogod megkapni. Én arra leszek egyébként kíváncsi, hogy tud-e majd a Viktor még egy ilyen kaliberű nótát írni, vagy iratni, vagy találni, vagy lenyúlni. Nem tudom, hogy született. Ez egy jó dal, én ezt szeretem. De hogy lesz-e belőle még egy? Biztos vagyok benne. Ahol van egy, ott van több is. Aha. Tudom, van, még az a van még ott, ahonnan ez jön. Nagy az a társ, hogy tényleg jó, meg ugye a hallatszódik rajta az amerikai keverés. Az bizony. Yes. Mi az? Pápán a Tesco-nál teljes rendőri kivonulás motorosokkal, M1 Pest felé Rajkától Győrig eső, szél és fakabát mentes. Ezt annyira szeretem, amikor a végére írjátok oda, mert azt hiszi az ember, hogy közlekedés hír, de tulajdonképpen csak egy ilyen nyugalmat adó dolog. Jászberény 32-es út kivezető, 60 felé trafi, ezt Bubu írta nekünk, 0676450000 ez az SMS számunk. A lakáscserékről beszélgettünk, hogy ez most egy új divat, és hogy meg lehet azt tenni, hogy felajánlod egy hétre a lakásodat, és kérsz érte cserébe egy hétre másikat, hát lehetőség szerint egy másik helyen, tehát nem a szomszédtal kell ugye cserélni, hanem valahol a világ másik felén. Van kérem szépen ilyen emberünk, képzeld el, aki már csinált ilyet, de még néhány SMS előtte. Sziasztok, én az anyóst hagynám a lakásban az otthoncsere programban, tudja meg más is, hogy mi az a pokol két hete. Igen, a magyarok isten. Nagyon érdekes a kaució felvetése, ugye ezt te mondtad, hogy oké, te hozzám költözöl, én hozzád. Te adsz nekem 200 ezeret kauciót, és én is adok neked 2 kilót. Hát mondjuk igaz. Érted? Igaz. Igen, igaza van. Jogos. Ez azért nehéz ügy. Igen, lugra futottam. Igen, azzal azért nehéz ügy. Valami biztosítás talán jobb. Itt valaki írja, hogy ezt a coachsurfet jobban preferálja, ez ugye a kanapé szörfözés. Mm-hmm. Azt jelenti, amikor nem kapsz mást, illetve lehet mást is adni, mondjuk van, aki ételt ad a nála szörfölőnek, van, aki elviszi a városba, de ott ugye a tulaj is otthon van. Az más, izgibb lehet, kosztat és kvártej, és jó fejtulaj. Így van, hogyha összejön, akkor oké. Lehet ebből nagy szerelem, arra gondolsz, egy kis huncot a tekinteted. Már melyikből a lakáscserében hát, nem lehet? Hát amikor tulaj. Ja, úgy igen. Úgy nem biztos. Nem huncut, csak frissen vannak polírozva a lencsék. Mindjárt másképp látom így a világot. Itt van velünk Juli, aki Hollandiában volt 2 hétig. Szevasz Juli, jó reggelt! Sziasztok! Juli, szia! És mennyire emlékszel a 2 hétből? Sok mindenre emlékszem, de mindjárt szeretném megszáfolni Janinak azt a kijelentését, hogy 40 fölött ez már nem érdekelheti az embereket, mert nem rugalmasak. Én 40 fölött vagyok, de még 50 alatt. És életünk egyik legjobb nyaralása volt. Gyerekekkel együtt mentünk, úgyhogy all in volt az egész dolog. 2 hete jöttünk haza, és zseniális volt, és sose csinálnám másként. És kellett nyitni még az ajtón a zárat, vagy már nem volt benne ez a kulcs? Csak nem, patentul visszakaptuk a lakásunkat, és ők is nagyon örültek neki, hogy tőlük sem hiányzott Kezdjük semmi. Kezdjük az elején, hogy akadtatok egymásra? Úgy akadtunk egymásra, hogy ez a honlap, amit említettetek, az a Home Exchange nevű honlap, erre regisztráltunk körülbelül 1 évvel ezelőtt, és akkor föltöltöttünk a képeket a mi lakásunkról, van egy hosszú leírás, amiben el kell mondanod azt, hogy te mi az, amit tudsz kínálni, hogy néz ki a lakás, hány embert tudsz odafogadni, vannak-e állataid, kéred-e azok gondozását,
milyen gépeid vannak, tehát hogy mondjuk üzemeltetni tudják, vannak-e lépcsők, gyerekeket fogadsz-e, mert vannak olyanok, akik mit tudom én, féltik a lakásukat, és akkor gyerekek oda nem lehetnek, mi a maximum átszám, amit... Nálatok volt valamilyen speciális tevékenység, amit mondjuk még tudom, meg kellett etetni két hetente a boát, vagy ilyesmi? Hát, hogy... Nálunk volt ilyen, a kutyánkat azt kiadtuk panzióban, mert a kutyát azt sokat kellett volna sétáltatni, azt nem akartuk a családra hagyományozni, viszont van egy macskánk és egy teknősünk, a macskát azt etetni kellett, itt volt is egy kis aggály, mert hogy a srác az elvileg allergiás a macskákra. Elvileg az én férjem is allergiás bizonyos macskákra, a miénkre nem, úgyhogy nagyon bíztunk benne, hogy a srác is ezt így kálcium nélkül végig tudja. Allergiamentes macska, gyerekek, nagyon. Hogy mondod? Allergiamentes macska, óriási. Hát ezt nem tudom, minden esetre viszonylag sokat van kinn a macskánk, tehát csak be kellett hozni etetni, minden esetre a macskánknak új ajtót kellett vágatni, mert annyit etették, gondolom féltem, hogy elpattul a macska. Túl szerették. Igen, úgyhogy elég gömbösszett, illetve miután nekik egy kicsi gyerekük volt, nekik kellett szólnunk, hogy a teknőshöz viszont ne engedjék a gyereket, mert a teknős harap. Milyen teknős ez? Na, miután megvolt a történet, tehát fölírtatok mindent, jelentkeztetek, akkor ő jelentkezett, aki hozzátok költözött, vagy ti szúrtátok ki őt? Ő jelentkezett, hát ugye, mint mondtam, most már több mint egy éve fönn vagyunk ezen a honlapon, ez azt jelenti, hogy te föl tudod azt is írni, hogy milyen időszakokban, de akár évekre előre is, hogy mikor szeretnél cserélni, azt is feliratod, hogy melyik országgal, ahogy mi cseréltünk, az egy last minute dolog volt, ezt is megteheted, hogy kiírod, hogy te most azonnal gyorsan-gyorsan szeretnél, és mi utána nekünk kutba esett egy egyéb nyaralásunk, amit terveztünk, mi kapva kaptunk az alkalmon, mert egyébként Hollandiát nagyon szeretjük. Mi is, Juli, én például rajongok ezért az országért, de valljuk be, nem sokan bírnak függönnyel, tehát nem szemérmesek a hollandok, egyáltalán nincs függönyük, vagy ha van, nem használják. Volt nálatok ebben az ingatlanban? Igen, a gyerekszobám volt függöny, azt olyan sötétítős, mondom, nekik pici gyerekük volt, hogy nyilván neki kell aludni. A hálószobán ott csak ilyen, ez a fehér átlátszó, most nem jut eszembe, hogy hívják, függöny, az egy picit furcsa volt, de a nagyszobám, tehát a nappalin ott semmi függöny nem volt. De mondjuk a második emeleten voltunk, úgyhogy ember legyen a talpán, aki oda benéz. Az más kérdés. Hogy zajlik maga a csere? Tehát te odamész, ő megvár téged, ott kulcsot cseréltek, mosolyogtok. Nem. Először is elkezdesz skype-olni. Tehát, hogy azért az a bizalmi faktor, amit mondtatok, azért az mindenkiben működik a para. Tehát, hogy úristen, akkor mi lesz? Tehát, ha jobban belegondolsz, most mit tud elvinni tőled? Tehát nem azért jelentkezik egy ilyen programra, hogy kicsomagolja a lakást. De mi van, ha mégis? Mi vagyunk a rosszak, nyilván. Tehát, hogy a mi fejünkben ez azért megfordult, hogy hazajössz, és nincs bent semmi a lakásban. Ilyen biztosítás semmi nincsen, ami mondjuk így megóvna téged az esetleges károktól? Hát nekünk van lakásbiztosítás, normál lakásbiztosítás. Erre is kiterjed, ez klassz? Hát nyilván ezt így nem nevesítik benne, de mondjuk, hogy meg hát nyilván én adom oda a lakáskulcsot, úgyhogy ez azért itt bukta faktor. Juli? Gondolnám, igen? Nem szeretnék, hát szóval nagyon mély vizekben kutakodni, de a vízszámlátok változott? Tehát pozitív irányba? Még nem kaptuk a számlát. Gyermekkoromban nagyon sokszor cseréltünk, holland diák üdültetés volt, és hát azt vettük észre, nyilván van kivétel rengeteg, de nem nagyon fürödtek, mondjuk 3 naponta. Hát ügyvéri hollandiában. Hozzájuk képest biztos, hogy jobb az idő, szebb a levegő, minek? De ez egy nagyon kulturált házaspár volt, egy tündéri 2,5 éves gyerekkel, akit gondolom, hogy ezért fürdettek rendesen, úgyhogy egyelőre nem volt még panasz, de annyit hadd tegyek hozzá, hogyha mondjuk ezt a milyen problémák lehetnek. Például nálunk elromlott a mosógép nekik, és akkor fölhívtak telefonon, hogy a márka szerviz kihívhatják-e, mondtuk, hogy persze, kihívták a márka szerviz, megcsinálták a mosógépet, letették a számlát, oda küldtem a tesómat, kifizette nekik a pénzt, amit ők is kifizettek. Nálunk meg például leeresztett az a vendégágy, amit a gyerekeim aludtak,
és akkor azt kellett megoldjuk. Szóval, hogy persze akadnak ilyen, nem tudom, apróbb kellemetlenségek, de hogy hát felnőttek vagyunk, meg ezt a saját lakásot. Még szóval is meg kell oldani. De Juli, a márka szervizben beszéltek flamandul? Hogy oldottál ezt? De azért ennyire nem volt. Nem, hát nyilván az angol azért. Persze. Ez egy budapesti márka szerviz volt egyébként, vagy Eindhoveni? Nem, a számla milyen vaskos volt? Azt mondom, hogy a kiszállási díj az húzósabb lett volna, hogyha én tovább küldik ide. Tehát te azt mondod, hogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó lehetőség, és gondolkoztok benne, hogy legközelebb is így mentek nyaralni. Abszolút, sőt annyira, hogy a szomszédjukkal is találkoztunk, mert a szomszédjuk gyűjtötte a postát, és mondta a néni, hogy hát az ő férje nagyon aggódik, mert hogy hát nem vágna ebbe bele, mert hogy náluk sok értékes kép van. Mondtam, hogy mi zenében utazunk, úgyhogy nyugodtan hagyja a képeket a falon, mert ott maradt. Ti csak kottákat nyúltok. Igen, de hogy nagyon tényleg, szóval azt gondolom, hogy tényleg sokkal nyitottabbak, meg nyalommal telében kell. Jól beletrafált, tehát tényleg nagyon nyitottak, sok mindenben szabadosak, mondjuk így ugye holland drága barátaink, de hát utalta arra Jani, hogy hát ő kutatna lehet. Illetve nyilván magából indult ki, hogy körbenézti le, esetleg titkos fiókokban. Körbenézhetek egy picit? Hát a következő volt, mi a könyveiket néztük meg, és boldogan fedeztem föl egy olyan könyvet, amit én gyerekkoromban találkoztam vele utoljára. És el is hoztam. A szekrény, úgy nézett ki, hogy a szekrényüknek az egyik fenét kiürítették, meg ilyen polcokat, amire mi tudtuk tenni a holmiainkat. Tehát az ő holmiaik ott voltak. De érted, most ki az a beteg ember, aki a másik bugyját nézeget? Én ismerek ilyet. Szörnyű, de már szakorvoshoz fordultam. Hát tudok jó szakembert javasolni. De figyelj, nyilván működik mindenkiben a természetes kíváncsiság. Tehát az, hogy bemész valakinek a fürdőszobájába, még akkor is, ha elpakolt, akkor is látod, hogy mit tudom én, milyen krémeket használt, vagy milyen... De azért nem nyomtátok ki, hogy elére a fürdőszobától a konyháig. Júli, nagyon köszönjük neked, hogy kedvet csináltál ehhez a dologhoz. Én benned abszolút érzem azt, hogy te ezt szereted, és hogy mentek még, úgyhogy köszönjük szépen a beszámolót. Én is köszönöm. Köszönjük. Szia, 6 perc múlva lesz 9 óra, már is megnézzük, hogy kivel játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azért azt a szitut látjuk magunk előtt, amikor felhajtod a matracot, mert kényelmetlen, és azt mondod a feleségednek, hogy nézd már, egy hotdog sütő. Mit keres egy hotdog sütő? A matracom. Csaba, jó reggel! Szevasz! Sziasztok! Hello. Te merli ilyen lakás cserére? Nem hallgattalak titeket, bocsánat. Ja, nem figyelted most, akkor jó, akkor sem. Hol nyaraltál az idén? Erdélyben voltam. Jó volt? Ó, te irigyel. Én mondjuk nagyon hiányolom, mert én nagyon sokat jártam középiskolás koromban, aztán úgy azóta egy picit elmaradt. És azóta már helyreállították azt a hegyoldalt, tudatos erdőgazdálkodás alól a felé legurult. A medvék elől kellett menekülnöm. Csaba. Jó volt, nagyon, persze. Mi a terv? Végigmész a három kérdésem, vagy... terveztem, igen. Elég a nyakba akasztó. Na, akkor bele is kezdünk a dologba. Figyelj! Hogy hívják Irma néni fehér cicáját a Frakka macskák réme című rajzfilmben? Ez mondjuk... Lukrécia? Mi a másik? Azt akartam... Ne csináld már, ez pont annyira alap. Nem. Én is tudom. Én pont azt akartam mondani, hogy aljas a kérdés egy kicsit elsőre, mert ugye elkezdett agyalni, hogy két macskája volt, Szerénke meg Lukrécia. És gondoljál már a két karakterre, hogy vajon melyik a kettő közül a szerény. Na jó van, de akkor is, hát nem ugrik be. Nem, nem, Csaba, én veled vagyok. Én tökre veled vagyok. Na, mindjárt jövök ki, rossz lesz. Nem. Mert szemét, aljas kérdés volt ez, és volt így rögtön lerohanni szegény játékos. Ó, Csaba. Ne haragudj, Csaba. Semmi. Igen, neki, ha kicsit hezitáltál volna. Igen, hogy minek kell rögtön rávágni, egy picit átgondolom, még segítettünk is volna. Mert mindig a negatív karakter a színpi, látjátok? Jó van, maradjál már csendben. Hát ezért hívtatok. Csaba, sajnálom, szevasz, szia. Bocs, ne haragudj. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Nem, majd két kérdés megmaradt volna. Így is van holnapra. 4 perc múlva lesz 9 óra, képzeld el, hívtunk neked egy férfit, Vanda. Csak nem a TV. Egy hőst, egy hímálatot, egy csodát magát.
Csak nem a felvágott nyelvű TBK. Ha megkéred, leveszi a pulóverét, beledörgölözöl, aztán sohasem száradsz. De csak én látnám, a hallgatók nem. Majd teszünk föl valamit a Facebookra. Videót 4 perc múlva, 9 óra jövünk a hírek után. Hello mindenkinek, jó reggelt! Szevasztok, 4:10 lesz pontosan 5 perc múlva a stúdióban Dombovári Vanda. Jó reggelt! Vendégünk vagy, de hát most nem vendég vagy, műsorvezető asszony vagy. Már elmenőben van. De már mindjárt indul, még 50 perc, ha azt kivérjátok, akkor vége, utána már más lesz a dolog. Minden ezt napra, akarom. Amíg nincs a Balázs, hoztunk magunknak egy embert, mint egy élő pajsként magunk elő tolva, hogy a felgyülemlő harag, ami jön, az ne ránk, ne rajtunk így van, csapódjon. Így van. Nincs rajta mosdókagyló. Még nem szakított rá senki a fejére. Uh-huh. De majd veszünk egyet neked. M3 kis bagi pihenő bejáratánál startra készen, egy Eres Oktávia. Azt gondolom, hogy egy mérő autó, Nyíregyháza az a felé, M3-as Pest felé, a 182-es kilométernél trafi, a piros-zöld kúton. Köszönjük szépen az infókat. Kedv van, nem fogjuk megszakítani azt a gyönyörű és remek szokásunkat, hogy fogadjuk a férfit, akit már annyira az egekbe emeltem a hírek előtt, hogy azt nem is lehet. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhanai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es hovat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! Kakasza Tibi! Fia, van itt nem lehet gyerekek kiszedni. Az éterbe robban, minden áron az éterbe akar robbanni. Figyeljetek, tényleg a hír az igaz, hogy a Balázsnak nagy feje van. Most a Balázs fejhallgatóját kaptam meg, igaz? Igen, de ez rajtam volt az előbb, ne folytasd. Igen, dobjuk ezt a dolgot. Ne jó, de nekem nagy hozzá a testem is, az ezt ne felejtsd. Ez a buli meghalt. Egy hírrel kezdenék rögtön, magammal kapcsolatban, rögtön magamra húzom a bajt. De miért nem lepődünk meg az utóbbi néhány hét eseményei alapján? Azt akarod mondani, hogy az önmarketinget a tökélyre fejlesztettem? Nincsen egyébként, ha már itt történt, nincsen egyébként valaki, aki a Super TV 2-nél azzal foglalkozik, hogy helyetted megírja a cikkeket rólad. Figyelj, én megmondom őszintén, azt gondolom, hogy az önünneplésnek egy olyan iskoláját mutattam be, hogy teljesen fölösleges ezt kiadni másnak. Tehát figyelj, ahogy én imádom magamat, nagyon kevesen teszik ezt így. Tehát azt gondolom, hogy már egy picikét édesanyám előtt járok. Tehát, hogy ő is szeret, de azért nem úgy, ahogy én. Mert, én látok olyan dolgokat, amiket ő nem lát, tudod? Tehát, hogy azért én rálátok azokra a pillanataimra, amikre csak nagyon kevesen, és azt érzem, hogy többet kéne mutatni. Hogy lássunk már egy ilyen pillanatban benne? Hát, ezt hidd el, nem akarod látni. De ez abban lesz, hogy lassan van kassza feliratú üdítő? Nem, azért azt hiszem, hogy az a... Lesz ebből egy komoly franchise. Biztos. Valaki ebből jól él. Innád a szavaimat? Hát én iszom. Jaj, de finom. Már megvan a szlogen, és itt a szavaim. Robbant a gengyár. Miért? Egy energiaital tényleg, hogy robbanj kasszával, vagy tényleg ez itt a szavaimat jellegű frissítő sorozatok. Betaparítási term. Tök jó lenne. Dolgok, az jobb lenne, de nem, én innen. Egy új tampon családot kell. Vagy ilyesmi, érte? Vagy egy nyál elszívó. Szerintem kaszadunk fel magadnak? Mi? Hát valami. Ez szemét. Te szemét. Ez is jó. Az a baj, csak jót tudsz mondani. Nem? Nézd meg. Tehát, hogy erre rá kéne indulnunk, hogy... Szerintem igen. Az a baj, hogy most érzem, hogy ez a tampon lenne a legnépszerűbb. Szerintem ugye? Is. Induljunk rá ketten? Kérsz belőle egy kicsit, egy 10%? Már így látom a lelki személy előtt, hogy ülök a fogászaton, és akkor így beraknak a számba egy nyál elszívat, és itt látom a oldal szépen félre, hogy kis C, körbe, kasza. Bye, és már kasza. Ez lesz a neve, ugye, mert van egy de csomó olyan dolog, ami... Te... Hát mi? Az is tank. De nem folyik a nyálam attól, hogy nagyon állás. Nem tudod tartani. De nem te személy. A rutinés az éve. De nem folyik a nyálam, te személy. Most azt sugallod. Orvosnál van tampon, amit betesznek. Azt én értem, de miért és már azt fogja nem mondani, hogy nem adjon irénk egy tampont, adjon irénk egy kaszát. Hadd szívja fel a nyálat. De nem az, most a Jani arra utalt, hogy a kasza feliratú nyál elszívót
akarja kifejleszteni, igen. Igaz? De miért? Elég üldözési mániás. Nem, nem igaz, hát most mondta, hát, hogy azt akarja. Hát látom azt a kis tavacskát, ott a sajkadőzsa, hogy gyere tempózz benne, gyere tempózz benne, kicsi hal. Igen. Tudod, mikor lenne ütős bármilyen dolog, amik azt a feliratú, ha beszélnem? Mert hogy az te lennél? Minden. A nyál elszívó. A beszélő nyál elszívó. És a kampon is. De hogy persze. Hello, Tibi vagyok. Azt hittétek, nincs, de vár, és minden ilyen, de van. Pont nélkül beszélek folyamatosan. Mivel megemeltem most az előbb magamat, illetve hát látszólag megemeltem, Jani azért ezt finoman megfordította és elindított engem lefelé a lejtőn. El kell mondjam nektek őszintén, hogy rájöttem az életemnek egy sötét pontjára. Nem voltam a gimiben forgatni. Beengedtek. Egy műsor. Egy gimiben jártunk, csak azért érdekes, ami csak azért érdekes, jártunk. Mert megtaláltam a tablómat. Mert te nem emlékszel rá, hogy Vanda megvolt, ő viszont emlékszik rá, hogy te megvoltál. De én amúgy is rossz vagyok a keresztnevekkel, és amennyit itatnom kellett, hogy meglehessen, így nem csoda, hogy ő nem emlékszik semmire. De a lényeg az, hogy elmentem, megkerestem a tablómat. Ti emlékeztek? Ti találkoztatok már nagyjából felnőtt józan fejjel a saját tablótokkal, az érettségi tablótokkal? Nem akarom soha többet látni. Nekem megvan a tiéd. Ugye nagyon magasított hajacskádat mutasd csak? Jól emlékszem? Figyeljetek, oka van annak, hogy a legtöbb tanárom nem vállalta föl, hogy hozzájártam órára. Én most megnéztem. Mielőtt megmutatnám a fotót, mutatom a fotót először Janinak, mert azt gondolom, hogy őnek ez táptalaj tud lenni egy kis poénkodásra. Tehát azt gondolom, hogy a stílus és az elegancia olyan összhangban van a képen. Nagyon mutatós. Ezt a frizurát úgy hívják, ugye, hogy ilyen lefordított könyvfrizura. Igen, vagy... mint hogyha a kőszívű ember fiai középen ketté lenne nyitva, és ezt a fejre tették volna. Írnak. Viszont a stílus jegyeid már megvannak. Az erős, fekete, fekete póló. Nem, fekete garbó. Az egy rövid garbó. Az akkor, egy fekete garbó, azért. És hanyagul rágomból fehérig. Igen, viszont nem voltál kövér. Igen. És, és kivetted a dévérkeszeget a szádból. Jani, csak az én fülemen nagyon hangos a Jani? Húzzuk még egy picit még lejjebb. Itt egy festcsávó van a képen, mert aztán ugye ezt te magad neked nagyon más fogalmaid vannak akkor a festcsávóról. Én egy ilyen nagyon csúnyán ilyen... Ne ostorozd magad, majd mi megtesszük. A retusőri szakma egyébként felézi egy nagyon régi patinás szakma. Tehát, hogy dolgoztak rajta. Ezen nem. De nekem azt mondjátok el, hogy a saját érettségi ilyen képetek, ilyen tablóképetek nagyon kellemetlen nagyon nektek is, tehát vállaljátok el most, ne csak engem rúgjunk. Nem, nagyon kellemetlen, nekünk az öltözékünk úgy nézett ki, ugye műszaki szakközépiskola, tehát hogy így viszonylag vonalasan kezelték ezt a dolgot, barna ing volt rajtunk, és egy világos barna zakó, de ez a nagyon világos barna, az én fejem az konkrétan úgy néz ki, mint hogyha egy nagyon méretű lufi labdára valaki hanyagul. De most a tablóról beszél. Ja, már nem, most is. Hanyagul nagyon messziről egy banánhéjat így rádobott volna, és az így megáll rajta. Hát, igen, ez haj. Halál komolyan. Jani, te ott még dús hajjal? Persze, nekem akkor válig érő hosszú haja volt. Mennyire metál, behozod egyszer, azt nézzük már meg, hadd röhögjek már én. A hajamat? Már nincs. Igen. Az első tincset mindig eltesszük. Egyébként vállalhatatlan vagy valóban. Én magam is. Örülök, hogy te mondtad. És most beszéljünk a képről? De a Lajtai Kati megvan ott az alsó sarokban? Nekem lekerestek. Meg bár nagyon csinos. Hát, én tudnék mesélni, hogy úgy ember erről nem beszél, szóval mondom neked, mi volt. De cuki volt. Tibi, már akkor kapós voltál? Abszolút, csak imádtak. Híros lett. De imádtak a nők. Egy olyan osztályba jártam, ahol ketten voltunk fiúk, abból csak az egyikünk volt férfi. És vele mi lett? És őt később átrakták egy másik osztályba, így van. Hát Lajtai Katival, hogy ott jöttem össze, tehát ott azért mindketten még azt gondolom, hogy vizuálisan még a magyarázatra szorultunk, de egyébként a... De ugyanarra hittanórára jártatok, vagy hol jöttetek össze? Mert így egyébként a Kati képe alapján ő itt ezért nem, nagyon zárkozatnak tűnik. Nem, miért van az, hogy mindenki az érettségi tablóján úgy néz ki, mintha valamilyen nagyon szomorú világháborús jövőbe tekintene, nem? Tehát, ugye... Egycsintve az érettségitől. De miért nem lehet ilyen normális fejed nem, rajta? Még a matek írásbeli hátra volt. Igen, be volt, tehát csak izott tőle. Nem, de hogy mindenki úgy néz ki az érettségi tablóján, tényleg, mintha nagyon szomorú jövőbe tekintene, tehát mintha látná magát üres üvegeket gyűjteni, nem tudom, és abból megélni, és néz a jövőbe. Hát sejteted a kaszasó első adását. Te szemétláda. Te hoztad szóba, most el kell, hogy mondjam, hogy igenis, nagyon szép fejlődés íven vagyunk, és azt mondom, hogy kimerem mondani, hogy a harmadik adás, ugye tegnap volt, arra én bakulátlanul büszke vagyok. De várj, a nézettségben van fejlődés, vagy adásban? Az még nem jött meg, de hogy egyébként azt gondolom, hogy most minden tekintetben, de nem akarom ezt. Nézőpont kérdés, hát egy hullának a bomláshoz fejlődés. Te szemét. Legyél már egy icipicit úriember. Nem lehetek.
De csak annyi... Meg fogják szidni érte. Ha ő most úriember, veled szemben neki vége így van. Így van. Vége a tévés karrier, jó, minden. Figyelj, a rovat végéig várok tőled, nem az adásra vonatkozóan, rám vonatkozóan valamilyen fajta úriemberi gesztus, jó, valamilyen fajta kompenzáció. Eddig így áll, még egy pohár vizet. Később hazudni fogok. Na jó, most várj le. Na. Jó, de... igazából nem az érettségi tablóképe ma az sajnos, ami ma igazán böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. A csúf. Én megadom előre. Te ismerted ezt a mondat? Ez a beleverni valamibe a csúfot? Ez ne, neked képzeld nem. Hát esküszöm, hogy most már azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy népnevelő vagyok. Én azt gondolom, hogy ezt te találtad ki. Nem. Hát a csúfot. Nem? Ne. Igen, nem kamaszkoromra. Akkor kezdtem el csúfnak becézni. A kis rondaságot. A kis sebb helyes. Nem. Akkor senki nem ismert. Ezt akkor én vezettem be a köztudatba. Erre azért büszke vagyok akkor. Figyelj. Olyan, jaj, akartam neked mondani. Szólítsatok már. Kérlek szépen, tegnap. Jani, állj már le. Jani, kicsúszott. Na. De most kezdj. Jó, várj, innentől dicsérni. Jól van. Kérlek szépen, tegnap láttam egy műsornak a promócióját a következő adásnak, ahol Berecki Zoltán nevű közkedvelt kollégád, vagy nem tudom, hogy mondhatom ezt. Mindkettő egy ismert énekes, azt mondta, hogy jogos-e a taps és a sikoly. Ne. Képzeld, de ellopta, mert ez a tiéd, ezt én tőled hallottam, mondjuk mindenhol, egy kicsit pillanat, sokat is. Egy pillanat csörög. Halló, Artisius? Ugye? Miért használja ő azt, hogy jogos a taps? Jogos, nem hiszem el. Ez itt tartunk. Na, mi bőkér? Nem tudok, nagyon nehéz itt tovább mennem. A sírás folytogat. Mert nem értette a szavakat, ahogy a Tibi mondja. Nem tudta, hogy ez az. Jani? De jársz egyébként most logopédushoz, láttam a tévében. Egyébként igen. És remélem nem csak egy PR interjú volt. Jani? Megállapodást kötöttünk. Egy meg nem támadás egyezmény. Kellős közepén vagyunk. Ja. Na. Jó, de időnként még nem mindenkit, hosszú a frontvonal, időnként még átszáll egy-egy gránát, tudod, mire a végére is eljutnak egy-egy a hírnek. Nem, egyébként el kell, hogy mondjam, hogy igen, beszédtanárhoz is járok, de nem ez az, ami most bökecsörmet, ne kanyarodjunk el. Figyelünk. Mást akartam hozni, de tegnap elmentünk vásárolni a párommal, jövünk kifele, és megint belecsúsztam ebbe, és most tényleg valahol tegyünk igazságot, belecsúsztam abba, hogy jövünk kifele, bevásároltunk, szépen már nem figyel semmire. Jössz át a kapun, és ordas sziréna. Jó. És nagyon nagy beégés. És ott állsz, és tudod, már látod, hogy emelkednek a mobiltelefonok. Gyere kicsim, mi történt? Semmi, a kaszalopot! A kaszalopot! Végre rajta kaptál. Megvan, te biztos rengeteget vásárolsz, de nekem meg... Nem, nehogy azt hidd, de rémkínos tud lenni. Tehát, hogy előre félsz... Igen, úgyhogy soha életemben meg egy kis gyufadarabot sem... Ne? Soha semmit nem tulajdonítottam, mert rémkínos. De azért, mert előre félsz tőle, nem? Én speciál, baromira nem féltem tőle, tehát belesétáltam halálnyugodtan, hogy az erő velem van, tudod jó, hogy minden van, és rád veti magát, beszirénázik, három telefon már a magasba, gyerekek, lopakasza, kettő ilyen TJ Hooker már rád vetődik, abban a pillanatban a zsebeit kifut, tehát onnan, te abból indulsz, hogy te tolvaj de vagy. De voltak ilyen objektív megjegyzés, hogy biztos nem tükröt lopott. Jani. Ja, nem, csak úgy kérdezem. Csak a tényleg, azért, mert az eltörik, hogy ezzel mondták, hogy milyen okos vagy. Pontosan, tudod, hogy nem lopsz tükröt, hiszen az eltörik. Na, jó kihoztalak? A Feri legalább nem üldözési mániás. Igen, de hogy előre menjek a te gondolatmeneted mentén, igen, a biztonságőr nem nézett bele a számba, hogy ott loptam-e. Tehát igen, tehát hogy nem nézte meg, hogy valószínűleg egy kisebb valami ajándéktárgyat próbálok kicsempészni az alsó ajkaim alatt, vagy nem tudom, tehát nem történt ilyesmi. Igen, de hogy volt már ilyen? Csipogtatok már be bármelyik őtök? Én igen. Egy nadrágomnak, egy farmer nadrágomban benne maradt ez a bizonyos kis jelző, amit én nem tudtam. És tudod, az a legkellemetlenebb, hogy azt mondja a biztonsági őr, hogy gyere be velem a izébe, és majd ott kipakolom. És mondom, hogy nem, én nem itt akarok. Mert az angyalbárba próbáltál lopni az. Nem, azért, igen. Mert ez mindenkinek jár, hogy nem kell ott kipakolnod, hanem bevisznek a kis iziszállat. Na ez nekem nem járt, ez érdekes. Csak örüljél neki, mert onnantól kezdve soha nem fogod tudni kimagyarázni a résztvevők elől, akik látták ezt a történetet, hogy te nem loptál. Bizony. Tibi, nem volt ez szándékos, nem vetődött fel benned most, hogy igazán híres lettél. Hogy ebben benne
Janikus. Adom a lálomat, látod? Nem látszik? Ez csak nyelvbotlásról hírhettet akartam. Nem, ez nem merült föl bennem, inkább azon gondolkodtam közben, hogy milyenkor a jó viselkedési forma. Tehát, hogy nagyon hanyag elegancia, és nem foglalkozol vele. Tehát, hogy próbálsz, hogyha nevetni próbálsz, akkor valamit palástolsz, nem? Tehát, hogyha nevetgélsz ezen, akkor menekül a gyáva. Hanem, hogyha én vagy ha kérdőn kinézel a közönségre. Figyeltek, van egy baj itt is az indulós kávé, és ráadásul én vettem magamnak. Hova szaladt még? Maradj még. Egyre jobb. Van még egy csomós kezdődő. Egyre jobb vagy. Te mit választottál? Elpirultál nyilván? Nem, én nagyon unottan elkezdtem a telefonommal babrálni. Tehát én úgy, hogy egy kicsim, akkor ezt intézd, én addig egy-két telet. Tehát, igen, én próbáltam, addig posztolom a Facebookon. Addig posztolok egyet-kettőt magamról. Nem, de azért ettől nyomorultabb helyzet nincs, és azt gondolom, hogy ilyenkor legalább az lehetne, hogy amin rajta marad, én arra gondoltam, amin rajta maradt az a bigyó, ami alapján téged megvádoltak, akkor az ingyen volt. Mert hogy az alapján ott állsz, hogy szégyenkezel ott, nem tudom, 50-100 ember előtt. Igen, mondd ki, Jani, kell körbe legyen nézőközönségem, és igen, mert tudom. Mert mondtad ezt a posztolósat, és az jutott szembe, hogyha titeket például megtámadnak a pároddal mélyek, akkor mit kiabálsz, hogy rovarok, mert az, hogy poszt még nem tudod kimondani. Ki tudom mondani azt, hogy poszt még, te rohadék, és ezért és voltam beszédtanárnál, én egyre szebben mondom ki. Egyébként nem annyira, tehát hogyha figyelek rá nekem ezekkel a hangmér, azt, hogy poszt még. Hogy? Nem, ez megírja, már megint a Facebook jár az eszembe. Ez nem poszt még, hanem poszt még. De azt is kibírja mondani. Mondta sűjság. Sűjság. De te poszt. Csicseri borsó. Mit sütsz, kis szűcs? Ki tudom? Tehát figyeljetek, nem izé, nem... Megy ez azért. Tehát most egy picit többet kapok tőled, mint amennyit érdemlek. Hogy tudod kimondani, ugye? Vagy most arra játszol, hogy akik sokat bántanak, azt az emberek szeretik, és igen, azt megvédik? Igen. Tehát most akarsz engem megemelni? Nem. Ezzel nem járnál jó. Na mi lett a vége a sztorinak? Nem, de ez annyira lett a vége a sztorinak, hogy kiderült az ártatlanságunk a dologban, és igazoltak, vagy igazoltuk azt, hogy mindent megvásároltunk, és mindent teljesen tisztán próbáltunk meg kivinni. Nem annyira láttam, hogy a teljes bolt személyzete felvonult volna a bűnbánó arccal, és azt mondták volna, hogy nem tudom, elnézést Tibor, és holnaptól ott ülünk a képernyők előtt, és nézzük a műsorát. Ez nem annyira volt meg. Úgyhogy félve kérdezem, hogy ezért, hogy ilyen módon meghurcoltak, milyen szintű csörbökést adtok meg nekem, milyen szinten van igazam. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi, a király. Jani, megkaptad. Új a pult mellé nyomtad. Plénes hangon mondja le, nem? Ez egy robot ugye, aminek ilyenkor nem lehet parancsolni, tehát ösztönösen... Ő magától. Tehát ő értékeli a csörbökést, és utána ösztönösen tolmácsolja Jani gondolatait. Tehát ez egyfajta Jani belső hang, egy belső monológ a Jani világából, igaz? Írt egyébként az egyik kedves hallgatók, és jelzte, hogy ott volt az eseménynél, és mondta, hogy szájfényt loptál. Egy 500 ml-es szilikonspré. De fölhordva? Egy használatra. Hozzáteszem egyébként, hogy a beszédtanárnál volt, tehát az kiderült, hogy a beszédtanár, aki az én kerültem, az nem csak beszédtanár, hanem ő valójában egy gyógypedagógus, tehát hogy nem azért vitték, hogy a beszédhibámat orvosolják, hanem azért vitték, hogy embert farag, vagy azért vitték, hogy embert faragjon belőlem, tehát ő azt mondta, hogy általában bolondokkal dolgozik, úgyhogy nincsen meglepődve rajtam, de volt egy ilyen állapotfelmérés az elején, hogy miből indulunk, mert az nagyon fontos, ugye, hogy mi az alap? Hát miből kell dolgozni? És mondta nekem a beszédtanár, hogy csukjam be a számot. Mondtam, hogy van egy rossz írom, hogy csukva van. Tehát az, hogy egy közepes méretű Jonatánnal már be tudok kapni a csukot. Honnan jöhet ez a rohadt húzat? Amikor minden csukva van. Nem, az, hogy egy közepes méretű Jonatánnal már be tudok tenni a csukot fogsorom között, az egy kiinduló probléma azért a hangzóknál. Imádlak. Igen, de azt mondta, hogy egyébként ez nem csak a beszédben eredezik, hanem a tartásban is, és mondta, hogy nagyon lefelé lógnak a vállaim. Nincs de én a kishitű vagy azért. Beleittál a vadon poharába, vagy mi van? Még csak fél tíz, de Vanda már jön fel. Nem, vagyunk be, nem az az erősséged. Mi a vállam? Én vízilabdáztam, Vanda, hova? Nem, szentesen. Szegeden vízilabdáztam, én kérlek szépen, én vízilabda... Következő történt, érted, bevezek az úszodával, nagyon csúszott a köre, beleesett a vízbe, és valaki közben fejdedobtál egy labdával, jó, és nem. Ez a vízilabdázat. Nem, na? Vízilabdáztam kőkeményen, minden nap egy edzés, akkor lettem ilyen válasz. Szentesen? Nem röhögsz. Szegeden. Mi jó válasz? Vanda. Nekem nagyobb van. Tibi, szeretlek. Az más, de vedd ki a váltömést, mert már nincs is divatban. Nem, de hogy...
vízilabdáztam, csak én abban az időben voltam, amikor még nem kaptunk, tehát az első évben nem adtak labdát, hanem annyi volt, mivel engem eleve kapusnak képeztek. Igen, mond ki, Jani, hogy ha a legrosszabb esetben a fejét csak eltalálja valami. Ezt előtt, hogy Ákos is egyébként azt szoktam mondani, hogy vízilabdázott, és pont annyira látszik Brandi? Rajta, nem a Kovács. Ja. Mint rajtad. De szerintem most Szegeden egyébként most egymásra néznek ott a pólósok, és azt mondják, hogy van meg, ide is jönni fog az aktív. Hát csináljátok, már ezzel is lehet már tudom a jó voltál ebben, Tibi? Fia, tök jó voltam, azért nem véletlen hagytam abba. De egy ilyen passzív védelem voltál, nem egy torlasz. Igen, ezt mondtam, de az előbb elmondtam, mert nem is figyelsz, mondtam, hogy igen, a fejét csak eltalálja valami. De hogy nem és is mit hittek, első... amikor úsztál a vízbe, hogy felbefögött egy bálna, hogy valójában ámbra vagy? Igen. Azt, hogy én abban az évben jártam, most mindig elviszel belőle, abban az évben jártam, amikor még az első évben csak úszóedzések vannak, tehát hogy ott kapod meg a fizikumot. Tehát a fizikum az megvan, uh-huh. Érted? Ez, amit ez alatt? Igen, csak a technika nem. Ez a fizikum, csak még labdát nem kaptunk. Tehát én számomra a vízilabda az annyit jelentett egyébként, hogy egy ilyen öntött vas kerti székkel kiemelve a víz fölé tapostam keresztbe Kassol a medencébe, azt soha nem láttam labdát, csak tapostam egy kerti székkel, és próbáltam a víz fölött maradni. Meg hogy jól jött az egyesületek, a tagdíj. Igen, mindig kiraktak, soha nem értem, hogy én miért a gyerek medencébe edzek, igen, mikor a többiek labdákat, nagy... Labdákat, Tibi! Micsoda? Labdákat, Tibi! Mindig a legkisebb. Hát, így. Na jó, ez csak egy aprócska kitérő volt, ugyanis találtam valamit, egész véletlenül tudom, hogy ez nem jellemző a rovatomra, de találtam valamit, ami értelmes! Ezt nem hiszük el. Komolyan? Tényleg? De ez egy ilyen hosszú meló volt? Mit? Hosszú meló volt? Igen, fölüttem a Wikipédiát az értelmes dolgoknál. És ez valami kikukázott anyag a propagandából? Kikukázott anyag igen, a mert hát gondolom, hogy nem fér be neked meg értelmes. Ja igen, van egy ilyen, igen, most nem az van, hogy nem a kukába dobálják a szemetet, hanem elküldik a kaszának. Igen, nyilván. Hát ha tudtok belőle valamit. Hát, nekünk bulvár, neki intelligens, küldjetek a kaszába. Jó, nagyszerű. Jani egyébként. Most kapom azért, nem? Most kapom azért. Most ma szeret. Jani, majd tudod, megbeszéltük, hogy mindjárt egyet majd kompenzálsz, jó? Igen. Azt várom egyébként, tehát hogy majd tedd fel a kezd, amikor kompenzálsz. Még mindig szép a barátnőd. Na, ó! Jó. És tedd hozzá, hogy biztos nem a pénzedért van veled. Most már kicsit kezdem unni a posztokat vele. Jó, nézd a Facebookját. Ne tagad. Nem, az a baj, hogy be van jelölve, és oda feldobja magát. De Jani, mit kezdesz unni az, hogy nagyon hasonlóak, és ezen már túl vagy, tehát ezt már elhasználtad, tehát hogy más perspektívákat is töltsek föl, mert ez már meguntad. Elzsibbadt marok marcsa. Hagyd dönt ki ebből. Most nem róla beszélünk, rólad. Jó, tehát találtam egy oldalt, ami egész véletlenül értelmes. Mennyire vagytok spájzolósak? Ugye ez egy nagy magyar szokás, a spájzolás. Tehát, hogy megvannak dolgok, és mindent elraksz. Én kicsit most így a saját házam táján szétnéztem, hogy miket spájzolok. Figyeljetek, olyanokat találtam 6 darab műanyag pohárnyi, beszáradt. Jani, az Isten, az éjjeli szekrény. Kezdem sajnálni magamat, pedig ez ritkán fordul elő velem. Tehát találtam 6 darab műanyag pohárnyi beszáradt tollat, amit valamilyen nem dobálok ki, hanem így őrizgetem, hogy jó lesz az még valamire. Olyan golyós toll, amiben úszott a néni? Nem a tosz árad be, igen. Az is egy beszáradási lehetőség lenne. De milyen tollat? Tehát egy madárnak a tollát, vagy sima író tollat? Golyós tollat. Tehát írkálgatta, pitába, ez kifogyott, azt elraktad egy... Hát ez az és ilyen kidobtad. Ilyen természeti lény, Jani, hogy elraktad. Nem, de ugyanez mindenre, ugyanez a ruhákkal, ugyanez mindenre. Tehát, hogy nekem konkrétan ebből a 120 kilós időszakomból olyan mennyiségű ruhám van, hogy ebből konkrétan lehetne egy ilyen paplanernyő szakosztálynak valami. Hát a tollatnál valószínűleg az lehetett, hogy picit túl gondoltam még mondjad, a Krisztál első néhány évében, hogy majd az érkező autogram kérőknek a mennyiségét betárasztál tollatból, az beszáradt. Senkinek. De van egy oldal, ahol az... De jó. Igen? Az nem hagyom magamat egyedül. Na, te mit tárazol? Te mi az, amit nem tudsz kidobálni? Gyere, kis gonosz. Mit nem tudok kidobálni? Hát gyakorlatilag a kaszarelik metalikok. Nem. Metalikok kazettákat. Na például ezeket. Most valamelyik nap kutakodtam otthon, van nekünk, és sajnos egy csomó ilyen kipakolatlan dobozunk van otthon, mert kicsi a lakás, és nem nagyon tudtuk még eddig kipakolni, és az első néhány Walkmanem közül 2 félre van téve, tökéletesen működőképes állapotban. Jó lesz az majd. És a gyerek rácsodálkozott, hogy ez vajon mi lehet. És mondtad neki, hogy ez a CD elődje.
Mi ez a CD? Most az egyébként igen. És gyönyörű állapotban és ugyanúgy működőképesek is van. Ugyanaz. De minek tárolja? Sose fogjátok elővenni. Két ugyanezt mondom ott. Mi a jó Klédermann kazi? Az bármikor kiúszhatja az embert a izéből. Nem? Nem? Egy jó Klédermann. Vagy inkább belelökheti a letargiába. Szerintem. Egy-két krisztálkazit. Próbálom elterelni magamról, hogy Isten beszéljünk, bármi más. Jani miatt gondolkodtam, valóban ugyanez. A Walkman ugyan nincs meg, de olyan régi kazik, amik már nyilván nem is működnek. A szallag megnyúlt már benne. De én minden, és nagy ütögető vagyok sajnos. De minek tartom? Jogos, makidobom. Azt mondd meg, mert ezt kérdezem állandóan az én életem szerelmétől is, hogy mi... Mondom már, hogy minek? Ma jó lesz az valamire. De nem lesz jó. Nem tudhatod, ha nem tartod meg. A hat beszárattól, vagy a hat pohárnyi beszárattól soha nem lesz jó semmire, Tibi. Soha. De arra jó, hogy mikor valamit alá kell írni, vagy valamit meg kell írni, akkor előveszel egy 35-öt, és az is. A régi ruháiddal mi lesz? Visszahízhatsz még, benned van. Hát meg figyelj, az egyébként még lesz nekem még a párom majd terhes, és akkor kismama ruhának. Hát, a Krisztus bőrkabátod. Azért érdemes elküldeni egybe egy tisztítóba, mert minden nem veszi ki a zsír. Te szemétláda. Na, jó, de hogy nem csak, hogy ez a tárazás, ez honnan jött, és pont azon gondolkodtam, hogy ez ilyen, tényleg egy ilyen kis saját dolgunk. Tehát például én a VHS-ek találtam egy szekrényt otthon, és ott tényleg megfordultál, vagy hogy történt? Beléptél a lakásba? Nem, mivel fogytam egy pár kilót, ezért a behízott szememet ki tudtam nyitni, és megláttam, hogy van egy szekrény. Nem, találtam egy szekrényt, ami konkrétan addig van VHS-ekkel, úgyhogy nincs is már videómagnom. Te vagy rajtuk? Nem. Sandra Tereza Orlovszky összes. De nem, hogy konkrétan nincs is videómagnónk már, és úgy van egy szekrényi VHS-ünk, hát ha majd egyszer belenéznél. Tehát, hogy szerintem... De már nem lesz mivel. Soha nem lesz mivel, mert nem lesz még egyszer videómagnód. Dobd ki a francba az egészet. De egy életteret magadnak. Igen, a tárazás egyébként, ebben anyám volt a nagymester, ebben a pillanatban is az. Kim voltak egy ilyen all-inclusive nyaraláson valahol, és hát ugye erről azt kell tudni, hogy tök mindegy, hogy mi van, de hogy reggeltől estig zabáltatnak, az biztos. Tehát, hogy egyetlen egy dolog nem vagy egy all-inclusive nyaraláson, éhes. Mert reggeltől estig tömnek valamivel, és... fel egy pár szendvicset. Sok ilyen nem voltál? És a hatos, igen, sok ilyen nem biztos meg, igen. És a egyet-kettőt engedj el, egyébként elegánsabbnak fogsz tűnni. Ja, hogy... Nem kell, nincs saját som. Ja, na, ez na, még. Pacsi, ez jó volt, na ez most egy kis bújtatott promóciók, köszönöm. És édesanyám a reggeli után, miután éppen az aznapi, nem tudom, 8. étkezésen túl voltak, egyszer csak azt látja a bátyám, hogy egy ilyen lapos tányér, egy ilyen baromi nagy lapos tányér, egy pakolja a csirkecombokat. És egy ilyen 15-20 csirkecombot összepakolt, letakarta, nem szabad fölvinni semmit a szobába, ez hivatalosan tilos, letakarta szépen egy szalvétával, és szépen lopta föl a szobába, és kérdezte a bátyám, hogy de minek? És tudod, hogy... Mi van, ha nem jut? Vagy nem tudom. Tehát ez a nagymama volt ilyen. De ez nagyon két világháború. Ki tudja, hogy mi lesz még kis. Olyan tudod, nem. Hogy érted, tehát, hogy miért kell nekik? Tehát, hogy ők betározott, és nagyon fontos nekik az, hogy biztonságban legyenek. Miért? Hát, mert azért. Mi gyújtjuk nektek a biztonságot? Ez nagyon női dolog, hát kivéve ugye Kasszatibi, mert hát ő is gyűjtögetve. Mert én magam is női dolog vagyok, igen. Nem. Ja? Te önmagadban vagy a biztonság, azt akartam mondani. Ebben igazad van. Arra célzom, hogy steril vagyok? Ne, arra, hogy két gumit húzzál. Jönne, hogy szaporodjak. Igen. Jó, de hogy van egy oldal, ami megoldást kínál erre, ugyanis... A londoni magyarok pontban kérdezik. Jó, most várjál le. Jó, az adás végén bemondod a kijövő heti adásom időpontját, most már ezért teszem itt. Nem, van egy oldal, ami megoldást kínál erre, az ételosztás.hu, ahol az ilyen bespájzott dolgokat el lehet osztani, ez most éppen az ételre vonatkozik. Mielőtt elmész mondjuk valahova, van egy csomó mondjuk ilyen rohadmányos tésztád, amit tudod, hogy az életben nem fogsz megfőzni, vagy rizs, vagy nem tudom, 20 tojás, és tudod, hogy mész el nyaralni, akkor ide szépen beregisztrálsz, megmond, hogy neked mit van, bespájzolva így, amúgy, amit nem akarsz kidobni, és mondja, az volt, hogy másnak jó lehet, és szépen más, ugye egy térkép alapján látszik, hogy ej, kaszánál van két tojás. Jó egyébként, most nem tudom, mi pont ezt mondtam. Te dobtad fel. Jó, ez most nem voltál. Most nem tudom, mi pont ezt mondtam. De most elegáns voltam. Most nagyon. De csak azért voltál elegáns, mert éppen nem figyeltél, mert itt áll. Nem ugrott be semmi rohadékság. Tehát, hogy van egy ilyen oldal, ami megoldást kínál erre, és ennek alapján szerintem létre lehetne hozni egy ilyen nagyon nagy elosztó oldalt, ami alapján ezeket a betárazott szemeteket el lehetne valahogy úgy osztani a világban,
hogy valahogy mindenkinek jó legyen. Jusson. De most azzal miért akarsz kiszúrni, aki egyébként normálisan éli az életét, és nem ilyen felhalmozó, mint te? Mert vigye a VHS-t, azt rohadjon meg vele. Lehet, hogy tényleg azt mondja, hogy legyen másnak 6 pohárnyi beszállat golyóstolla. Félve kérdezem meg, csak azért, mert úgy néztek rám, hogy a vízilabda karrierem felelevenítéséért, a tablóképem elemzéséért, a rengeteg földi jóért, a tegnap esti show műsoromért, Mikor lesz legközelebb? Nekem a vízilabda nagyon bejött, hogy ha még korábban ezt a témát nem posztoltad a Facebook oldalon, illetve nem készült még belőle anyag, bárha dobozban van az Aktívnak, akkor én már megadom. Baj, hogy aktív vagyok, hogy aktív élettélek a Facebookon. Én ilyen vagyok, lájkoldus vagyok, és büszke vagyok rá. Tibi, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Sepsi Szentgyörgy, Sasszilvia, hamarosan a nap legjobb pillanataival. Olyannyira hamarosan, hogy már is 1:03:10 után. Hát a Tibi nyilván nyugodtan és boldogan távozott a stúdióból. Be tudnák rakni egy számot, mondjuk melyik az a híres? Nagyon szemét, jaj, bocs, Vanda. A mikrofonot nem kapcsoltam, mert 6 perc múlva lesz 10 óra, már is tárcsázzuk a nap hallgatóját. Annyira elszaladt veled az idő, Vanda. Képzelem. Tényleg? Igen, esküszöm. Hát egy bánt, hogy így nem szóltatok, hogy ne menjek előtte fodrászhoz, sminkbe, ilyesmi. Ja, hogy nem lesz tévéfelvétel, mi? Vételtem. Azért tisztában voltam a feltételekkel. Morning show? Igen! Igen. Mondasz nekünk egy kereszt nevet, mert nem írtad alá. Éva. Igen, egy E-betű volt. Így szólt az SMS-ed, egyszer ismerősöknél aludtunk, és a férjem kipróbálta a háziak fogkrémét. Egy perc múlva elég nehezen nyitotta ki a száját, mire rájöttünk, hogy protézis ragasztót használt. igaz, így volt. És hogy szedtétek szét utána? Hát nagy munkával. Feszítő Éva, a lényeg, hogy tiéd az ajándékcsomagunk, jó? Úgyhogy ezt nagy szeretettel küldjük neked, és gratulálunk. Köszönjük! Szia! Hello! Még egy taps jár neked! Csabi, hello! Jó reggel, szevasztok! Belebeszélek? Belebeszélsz, és hallatszódsz, és nézd meg, kit hoztunk neked. Egy olyan fülest, amit nincs bedugva, hogy nem hallak titeket. Itt a Vanda! Jaj, nézd meg, puszi, munyi. Kihúznád, mert most viszont én nem hallok semmit. Nagyon jó volt, köszi Csabi, hogy tönkretetted a stúdiót. Hagyjuk-e itt neked a Vandát végig? Miért ne? Közös kívánság műsor. Ó, hát ha van ilyen kívánság? Nekem lenne ilyen kívánságom. Hogy maradjon? Tudsz maradni? Persze, sajnos nem tudok dolgozni, megyek de úgy tovább. De látom, hogy a jobb szemed mellett elkezdett vibrálni egy ér. Igen? Vajon? Pedig annyira visszafogott vagyok. Csabi, az új émincsem nagyon visszafogott. Látom, alig merek mellett szólni. Így van. Alig szólt. Furcsa volt. Először nem ismertem rád, hallottam a hangodat. Na, ez nem lehet a Vanda, mert többet beszélne. Ne, berekedtem, képzeld, Feri elküldött maga helyett, hát most mondd meg, a futottak még kategória, maga helyett egy műsorvezetés, és hát elment a hangom, oda lett. Ennyi, de ott is imádták. Csabi, nagyon kevés időnk van, valami jó zenét ajánlja a kívánság műsorból. Ajánlok, de most akkor a Vandának hadd ajánljak. Jó, a Vandának, ez ilyen szép hangod van. Most van egy Alex Hepburn nevű énekesnő, hasonlóan reked hanggal, és egy gyönyörű dalt énekel, az a cím, hogy Under. Ezt az újdonságot neked ajánlom. Vanda, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, hazaengedünk pihenni. Holnap azt elárulhatjuk, hogy lesz vendégünk, de nem te, hanem valaki más. Akinek kísértetésen emlékeztet a vezetéknek a tiédre. Igen. De majd hallgass meg azt a számot, amit Csabi küld neked, az Eddától a Viszlátot. És abban minden benne van. Még egy fontos dolog, pénteken viszont megyünk Paksra. Így van. A paksi atomerőmű elől fogjuk az adásunkat. Nem akartam ezt használni, mert tudtam, hogy erre lecsapsz. Tehát ott leszünk majd. Mert ráadásul Pakson nagyon nagy gasztro hétvége lesz majd, úgyhogy ennek örömére is megyünk meg. Egyébként megmondom. Megmondom őszintén, hogy kíváncsi vagyok erre az erőmű sztorira is, úgyhogy oda is megpróbáljuk majd bekönyörögni. Csak nem összegyomkodni mindent. Fú, nézd meg, és ezt kicsinálom. Nézd meg egy csapirocsát, megnyomom mostan. Úgyhogy ez lesz, és ott is lesz vendégünk, sőt, amíg Balázs nincs, minden nap lesz. Vanda, köszönjük. Tudom, én is nagyon köszönöm. Nagyon jó volt itt. Viszlát. Ugye tudjuk, azért hívtunk. Szevasztok. Szia. Klassz FM. Morning Show.